Sziasztok, én Ádám vagyok, üdvözlök mindenkit egy újabb élő adásban! Pák, pák, szevasztok, srácok, hello! Ismételten jó kis hollandosba vágtam magamat, a csodálatos narancsárga felszerelésembe készülök nektek egy jó kis Fortnite adással. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Már látom, hogy most nem jó a kamera, úgyhogy ezen gyorsan alakítunk egy picikét, hát egy picikét jobb belátásra tudom bírni ezt a csodálatos eszközt, így tökéletes lesz. Hogyha baj lesz vele, akkor majd írjátok úgyis. Sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkit! Hello! Azt mondja, hogy szia Erik, Hunor, Pazsú, Brigitta, Robi, Oliver, Jázon, Ádám, Robi, nem tudom, delkümert elkezdettem. Sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkit, hello, csókolom Hiro, hát csókolom kezit lábát, hello, mi a helyzet? Sziasztok, srácok, hello. Jaj, Erik, király volt a Rocket League. Na, srácok, folytatni fogjuk a Fortnite kalandjainkat, és Milán volt, aki elgiftelte? Már megint nem biztos, nem vagyok benne biztos. Viszont elgiftelt egy nagyon-nagyon király kis skint, úgyhogy a mai nap altba fogunk nyomulni, nagyon-nagyon király lesz szerintem, és kreatív egyre jobban megy az építkezés, bár vannak azok a pillanatok, amikor nagyon nem megy, vannak, amikor meg egészen-egészen jól megy, úgyhogy ja, viszont ami továbbra sem megy túl jól, az, hogy éles szituációban, rendes harcban, nem 1v1-ben, aminek gyakorlatilag nincsen tétje, hanem tényleg rendes harcban, szólóban például, nem megy annyira szuperül továbbra se az építkezés, se a lövöldözés, szinte teljesen leblokkolok, úgyhogy ezen próbálunk meg a mai nap javítani egy picikét, úgyhogy... úgyhogy ja, megpróbálkozunk. Hello Krisa, hello, mi a helyzet? Ó, értem. Sziasztok, srácok, hello, üdv mindenkinek. Hagyma, Lurkika, Éva, aki talán Gergő, mindig elfelejtem, ne arra ugye. Sziasztok. Na, ugorjunk be szokás szerint egy kis bemelegítésbe, kreatívba, azt szerint tele pedig szólózni fogok egészen sokat, illetve lehetséges, hogy squadozni is fogunk, meglátjuk. Köszi szépen, Krisa, a támogatást! Köszi szépen, beköszönőnek! Köszi! Dehogy is, ugyan már! Nagyon szépen köszönöm az újabb támogatást! Köszi szépen, tényleg! No, Gergő, oké. Szia, Dominik, hello, Zoltán! Vágjunk bele, én azt mondom! Ha minden jól megy, akkor képet kérek! Fuck! Ott is van! Mit szóltok ehhez a skihez, srácok? Egyébként hozzáteszem, hogy Blackwingnek, vagy nem tudom, hogy ezt hogy is hívják, ezt kérlek szépen, mennyire jól illik már hozzá. Szétadom, srácok, szétadom, azt kell mondjam. De gyakorlatilag, illetve giftelt ugyanabban a pillanatban gyakorlatilag egy Reapert is, úgyhogy egy eléggé durva kombóval megyünk. Ugye az előző alkalommal szintén Milán által giftelt jó kis tryhard skinnel nyomultunk, most pedig egy igazi vérbeli pilótával van dolgunk, illetve egy jó öreg, ez nem tudom, hogy OG skinnek számít-e, de nagyon király minden esetre. Ez igazi jó kis letisztult skin, teljes mértékben, úgyhogy ja, és még a versenyzéshez, hát természetesen a Rocket League-es backbling se maradhat el. Úgyhogy így néz ki a mai napi setup, én azt mondom, hogy menjünk. Kreatív, és már pöröghet is. OG-nak számít? Na, akkor fullba nyomjuk. Ennyi. Szerintem is brutál jól néz ki, de úgy látom, hogy nektek is tetszik. Season 1, aha. Az igen, Dominik, az igen, csak így tovább. Hát sajnos ilyen problémákkal én is küzdök, de én is próbálok ellene tenni. Hajrá. Tudok-e inválni? Hát figyeljetek, nem hiszem, hogy most... hova kerültem hirtelen. Nem hiszem, hogy most dúl semmiképpen sem lesz. Squadozni majd lehet, de azt is majd a streamnek a második felében. Na nézzük, hogy megy a mai nap a játék. Na jó, az túlzás. Ezt így kimondani, hogy ma játszok először is, hogy ma hogy megy a játék, de... meglátjuk. Ma már játszottam, hát annyira nem adta.
De remélhetőleg majd live-ba adja. Úgyhogy a szokásos, hát egy ilyen 10 perc bemelegítése kell számítani, szerintem annyi elég lesz. Utána pedig nyomulunk szépen szólóba, aztán gyerünk. Egy V1 gifted. Srácok, nem lehet megvenni. Alapvetően nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogyha gifteltek, viszont azt mondjuk nem tehetem meg, és nem is akarom megtenni, hogy igazságtalan lenne, hogyha akik nem tudnak esetleg giftelni, azoknak akkor kevesebb előnyből indulnak. Azt nem szeretném, úgyhogy ha szeretnél giftelni, akkor nagyon-nagyon szépen köszönöm, de ne amiatt giftelj, mert akkor utána egy V1 ezek veled. Hogyha szerencséd van és bekerülsz, akkor ugyanúgy simán összejöhet, hogyha nem giftel semmit, akkor is ugyanennyi esélyed van rá. Úgyhogy sorry, de ez most nem azon múlik. De hogyha giftelsz, akkor köszi szépen. No. Hát nem tudom, már valamennyit bemelegítettem egyébként. Stream előtt annyira nem, de délelőtt igen, úgyhogy remélem, hogy most jól fog menni. Ezt az kint, ezt giftelték. Guards. Ja. Gyakorlatilag az összes skint venni nem veszek skineket, vagy megszerzem valamilyen challenge-ből, vagy valami ilyesmi, viszont az összes másikat az gifteltétek. Nagyon-nagyon sokat gifteltetek már nekem, köszi szépen. Ügyes vagyok? Hát igyekszem, köszi szépen. Köszi. Na. Erről van szó. Okay. Ellen, tudsz válaszolni a válaszomra? Ha már válaszoltál, akkor nem hallottam. Mire? Várjál. Megünnepeljük majd az autóversenyző mapoddal, az kint, live után egy 3-körös futammal. Live után vagy live végére gondoltál? Ja, live végén. Figyelj, lehetséges, bár alapvetően ezekben a live-okban egyelőre tényleg nem a fánra megyek rá. Mármint, hogy ez nyilvánvalóan fán játszani a játékkal. Már úgy értem, hogy nem a fára megyek rá, hogy tényleg a harcolós játékokra megyek rá. Robi, nem tudom. Szerintem külön olyan streamet fogok csinálni, amiben skin faktorozni fogunk, meg autóversenyzőset, meg Ádám mondja, ugye, meg ilyenek, úgyhogy... Úgyhogy ja. Majd inkább abban. Egyelőre szerintem maradok ennél a jól megszokott, és egyébként egészen jól működő beállításnál, hát hogyha a streamnek lehet így mondani a lényegét, akkor mondjuk úgy. Ja. Persze, hagyj, mert mindenképpen dumáljunk majd DC live után, offstream, aztán persze. Szívesen fogadok minden ilyen jellegűt. Minden, ami a fejlődésemet segíti, Az szuper és nagyon hasznos, és fontos is. Olvasd el, jó, oké, ez fontos olvasnál el, szuper. Úgyhogy ja. Megint itt vannak a skvártaiak, ez hihetetlen, ez komolyan mondom, ezt vissza kell néznem. Hogy ez mi volt, ez honnan jött. Pár infót már kiadtatok, de semmi konkrétat, na jó. Hát lehetséges, hogy majd valamelyik kerekszámú Forti streamnél lesz ilyen fun game, nem tudom. Bár olyat is lehetne, hogy akkor esetleg valami hosszabb adás. Majd meglátjuk. Közel van egyébként már az őszi szünet, úgyhogy azt tudjátok, mit jelent. 12 órás live is coming. Husika, jó reggelt! Hogyha délután, nem tudom, 3 óra az reggelnek számít. Hello. Taktikádat fogod-e alkalmazni? Amit a stream előtt néztünk? Taktikát? Vagy milyen taktikát? Hogyha azt, akkor lehetséges, hogyha olyan szitu van, mindenképpen. A gránátot azt amúgy is nagyon szeretem, hogyha most pont arra gondolsz, úgyhogy valamit abból megjegyeztem, úgyhogy ha ilyen szitu van, akkor tudom, hogy van ilyen is a játékban, ez nagyon király. Ja, igyekszem. Hello Roland, hello. Tetszik a kassza? Nekem is nagyon bejön. Vagy nem tudom, hogy kérdezted a kérdőjel nélkül írtad, úgyhogy gondolom nem, hanem mondhatod, hogy neked igen. Ja, nagyon király. Szétadom. Ez a tipik... Ugyanaz az tetszik benne, mint a golf ütős skinnél. Az a letisztult. És nagyon... Vannak skinek, amik ez nagyon-nagyon illik. Szétadom.
Amúgy menj be a My Islandbe, és ott van, hogy Reset Island. Ó, igen! Ó, köszi szépen! Good call, good call. Eddig mindig úgy csináltam, hogy csináltam egy új mapot, a többit azt pedig kitöröltem. De valahogy nem törlődtek ki, vagy nem tudom, úgyhogy ez nagyon hasznos volt. Köszi, hagyma. Majd rácsekkolok. Receteljük is. Hol kell ezt? My Island, és itt kéne elvileg valahol. Restore, nem. Settings, nem. Hol? Igen, ugye ez már a 4-es számú island. Clear all. Nem. Hogy de? Hogy kéne? Na. Szerintetek készen állok a meccsre? Készen állok az első szóló meccsre, vagy még egy kis bemelegítés nem árt? Nem tudom, hogy érzitek? Clear all, az volt az? Érdekes. Clear all. Apply. Don't know. Barbara, figyelj, később lesz squad game, akkor igen, akkor persze. Viszont előtte nem ilyen lesz. Á, itt van! Ez kéne? Aha. Talán ez lesz az. Szerintem ez volt az, mindjárt kiderül. Mindjárt pörgünk szólóra, jajjá. Először azzal kezdünk. Még első kezdődött, de valakinek már nem tetszik. Ja, a dislike-ra gondolsz? Hát figyelj, az teljesen ilyen, az semmi probléma nincsen. Ha valaki nem szereti a munkásságomat, bár fölöslegesnek érzem, hogy akkor miért van itt, de... Ja. No prob. Köszi szépen, hagyma, megvan. Köszi. Na jó. Pörögjünk rá szerintem a szólóra, nem? Itt az idő. Halló? Még egy dolgot nézzünk meg. Ezt. Hát, ahhoz képest, hogy nem gyakoroltam, ahhoz képest. Jó, megyeget, adom. Hello Tamás, Sunny Ragacz, hello. Illetve Zoltán itt neked is. Sziasztok. A sajtszagot azt még mindig nem offoltátok. Hát ez... Szerintem ez már örökké beleégett a köztudatba. No way. Na jó. Menjünk. Tehát így építek kreatívba, és ilyenkor a probléma az meg az, hogy... rendes meccsben meg nem építek így, ugye? Ez alapvetően probléma, de hát ez van. Robi Barbara-nak a kommentjét miért törölted ki? Abban semmi rossz nem volt, illetve Zoltán, nem tudom, hogy mit ért, de ővét is kikitörölted. Nem az övé volt a sajtszak, nem tudom. Robi, ilyenkor elég csak megírnod, nem kell törölni a kommentjét. Nem kell egyből törölni. Kérdezett valamit, egyébként teljesen rendben volt a kérdés, ilyenkor nem kell törölni. Hát Gergő, köszi szépen, de egyelőre még kétségtelenül nem állok egy nagyon magas szinten Fortnite-ba, de hát ezzel szerintem továbbra sincsen semmi probléma. Nyilvánvalóan mindig vannak és mindig is lesznek jobb játékosok. Ha a világ legjobbja vagy, akkor se... Akkor is biztos, hogy lesznek majd nálad erősebbek. Fortnite világ, 16 éves vagyok. Jaj, a Zoltán igazi OG néző, emlékszik. Na gyerünk, srácok! Kell pár jó meccs! Lesz STV? Most gondolkozom, hogy mit értesz az alatt, hogy STV. Ennyit Fortnite, azt hiszem látszik. Menjünk egy ketit. Mi lehet az STV? Ja, Save the World lehet? Maybe. Save the World, aha. Nincs meg a Save the World. De később, jóval később majd lehet. Save the World, köszi szépen. Jönnek ide? Ritka pillanatok egyike. Ráadásul nem is egy ember jött ide.
Ott is van ember, meg itt is van ember. Halló, játék? Oh no, van satia. Hát igen, ez ilyenkor mindig szívás. Általában amúgy nem szoktak ide jönni, amiért jöttem ide ilyen bátran. És ez nem volt a legjobb ötlet, nem baj, kell egy kis mati. Egy shotinak nagyon tudnék örülni játék. Díjaznám, hogyha megszánnál engem egy shotgunnal. Mi a véleményed róla? Ez a besötétedés, srácok, kész vagyok. Nem akarok rálőni, mert itt van a másik is, ez is jó lenne, hogyha nem tudná, hogy itt vagyok. Káromkodni? Itt a streamben semmiképpen sem sincs egy káromkodás. Ott megy el a srác. Egy ilyen kis barátságos 31-es, még így is jóval több élete van sajnos, mint neki. Nekem. Neki, mint nekem. Don't know. Hogy kéne megölni azt a srácot? Még mindig nem tört a shieldje? Ja, hogy ő így tiszik folyamatosan. Hát ez csoda, mese szép. Kombat? Mennyire lett durva az új kombat? Jó lett az új kombat, vagy továbbra is egy eléggé gyenge fegyó? Tudtok erről valamit? Mert tudom, hogy erősítettek rajta, de azért charge-ele lehet nem kéne rámenni a srácra, nem? No way. Please, no. Hát... Na, ezek a tipikus szituációk, amikor semmi esélye nincs, mert ketten vannak rajtam. Nem, a kombat a szobára is gyenge. Kár. Lehet-e live-ra reklámot rakni? Igen, lehet. Viszonylag ritkán vannak reklámok, de néha-néha van. Kettiben nem szoktak sokan jönni, most pont itt volt a busz elején, amiatt jöttek annyira. Nem, a kombat túl erős lehet. Ja, nem kombat. Ah, ja, oké. Márko, egyelőre most szólókat játszok. De Robi, miért törölöd? Nem kell törölni. Egyáltalán nem kell törölni. Ne töröld ki az üzenetét. Csak megkérdezett valamit. Nem tudhatta, hogyha nem volt itt a stream elején. Nem kell törölni az ilyen kommentet. Nagyon kevés kommentet kell törölni. Hogyha valami, nem tudom, drágárság van benne, vagy bármi ilyesmi, akkor azokat lehet, de amúgy nem kell törölni. Megyeket már a kombat? Lehet. Most például meg lehetne nézni. Nézzük meg még egyszer a ketit, hátha. Jó, Robi, most azért, mert nem köszönt, nem kell kitörölni a kommentjét, hát most túléljük az, hogy nem köszönt. Nyilván jobb, hogyha előtte beír valami köszönetet, de most amiatt nem kell kitörölni a kommentjét. Ilyenkor csak elég annyit válaszolni, hogyha a köszönés, ez fontos, hogy beírod, hogy köszönni. Fontos? Ó, ne, mert megijedtek. Talán. Illetve, hogy mikor lesz, és válaszol, azt nem kell egybe törölni. No way. Ott a pumpa. Gyere rám, pumpa.
Nagyon jó. Ez eléggé brutál loadout. Rá kéne menni a srácra viszonylag hamar. Bár nem tudom, hogy van-e neki is pumpája. Rengeteg medkit van errefelé. Aha, paprikája van. Ó, istenem, de rosszul lövök. Kapott egy nagyobb bacskát, jó van. Szóval nem sok ammón van. Ez kinda probléma. Vagy ezt a srácot, ezt meg kell ölni. Valahogy rápróbálok menni, csak kéne előtte egy kis mati nekem. Jó, ez így már jó. Nem tudom, milyen lootja lehet a srácnak. Félek, hogy egy picit erősebb, mint nekem. Bár ennél nem lehet sokkal erősebb, de egy erősebb pumpával lekétszázol, vagy ilyenek. Tudjátok, hogy van ez? Ott van a srác. Jó lenne berántani egyet, egy ilyennel. Nem igazán tudott elmenekülni. Ó, porta. Nem hiszem el, srácok, pedig ez de jó volt! Pedig de nagyot kapott! És tényleg egy brutál pumpája volt, és max élete, hogy volt max élete a srácok? 200 élete volt! No way! Pedig ez hú de jó volt! 128-at és 60-at kapott utána, és még az se volt elég neki! No way, no way, de GG! Kár érte, kár érte! Pedig elég nagyot kapott. Jajjaj, a skin faktor majd, de máskor lesz. Meghalt, meghalt a srác, csak utána meg én is meghaltam. Ezért mondom, hogy teljesen jó volt, mert 200-ról lenulláztam az életét. De még az se volt elég. Kár érte. Kár érte. Nem tudom, hogy lehetett volna ezt jobban megjátszani, hát hogyha tényleg ennyi élete volt, akkor csoda, hogy az elején beadott egy 128-osat. Kár. Meg az is kár, hogy mondjuk egy ilyen öléskor rendes meccsben nem kapom vissza az életet, mert akkor viszont ugye simán túlélem. Na mindegy. Infight, hello, hello. Ja, a sniper eléggé szépet lőtt alatt a közben egy random srác, nice. Egy lobby, ugyanabban a lobby vagyunk. Na már, hero. Hány órás lesz a live? 3 körül. Mint mindig. Mondjuk ez a keté. Alapvetően ugye ide szoktam ugrani, ez is egy nagyon-nagyon jó hely, de... Nem tudom. Hajrá, hajrá, Pazsú! Hello, hello! Jövök-e Fortnite PLS? Hát Fortnite-ba vagyok. Nem rám jössz? Oké. Jó kis matchmaking, híróval dob össze. De legalább ez is bizonyítja, hogy tényleg nem, nincs matchmaking a játékba. Mi van? Vannak itt már megint? Hogy vannak itt? Van itt egy srác. Nagyon rosszul esett. Jajjaj, a stream végén majd valószínűleg, nem ígérek meg semmi, de valószínűleg lesz majd nézői game. Ezt a srácot ezt valahogy... Nem, már hogy nem találtam el! Na végre.
Csak fémje van a srácnak? Ne hajj meg, PLS! Igyekszem, Hiro, igyekszem. Nehogy összekerüljek vele, tuti várjon rám a Hiro. Remélem, hogy nem. De ilyenkor annyi nincs benne, hogy felvállalja, hogy én volt hihetetlen. Tudja, hogy ilyen anonimus névvel jön. Mindig GT Hiroként jön, de most ilyenkor... Ilyenkor fixen nem anonim... Ilyenkor fixen anonimus lesz. Tipik Hiro. Rosszul leszek. Na jó, híleljünk. Nem azt akartam felvenni. Drága kukorica barátunk. Ez mit tud? Semmit kb. Jó. Van még valami izgalmas itt? Talán átmehetnénk a benzinkúthoz, ott még fixel lenne. Nem, még itt is van egy chest. Hol? Ja, itt lent. Kokocs! Mutasd, mi volt benne. Ó, shockwave, az jó. Nem, giftelték a skint is, meg a kaszát is. Horgászbot. Amúgy az jó lehet a horgászbot, nagyon. Milyen helyére rakja meg? Ránát helyére? Hiro nem örülne neki. Igen, te már itt a lagetsz, Hiro? Oké. Nagyon örülök, hogy egy lobbyba kerültünk. 100 tégla kéne. Kék pump, hát nem tudom mennyire érné meg, valószínűleg annyira nem. Hagyom. Menjünk. Én nagyon örülök már az iszitneleknek, ja, vártam már. Jó lesz, nagyon-nagyon sok live lesz őszínáltban, és 12 órás is lesz, úgyhogy durva lesz. Kíváncsi vagyok, hogy fogom bírni. Neked kék van? Nice. Akkor veled nem szíves, sőt, akkor gyorsan megölöm téged és elveszem tőled. Na, ez mit szólsz? Nem kell most gránát. Durva a gránát, de... Nagyon segyek anélkül. Ezt viszont el kéne vinni. Bár mondjuk nem, crashpad is kéne. Minden kéne. Menjünk így. Alapvetően a crashpadet kéne eldobnom. Na várjatok? Csináljuk úgy. Mivel arrafelé megyek. Óhá. Ez jó kör volt, Ádám. Mindegy. Így. 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 Perfekt. Nem tímelek senkivel, nem. Hiroval se tímelek, semmiképpen sem. Még a végén kibannolnak. Mennyi ki nem van? Dominik... Amennyit gifteltetek gyakorlatilag. Nem túl sok. Előző seasonbe kezdtem. Nagyon jó elloadout egyébként, a fegyverek egy picit lehetnének erősebbek, hogyha engem kérdeztek. De amúgy... Amúgy durva. Merre vagy, Hiro? Ha Hiro lennék, hova mennék? Nem tudom. Outfitből 5, ja. Van aura, ja, nem fogom tudni felsorolni őket, de ja. Authority alatt? Ó, de jó. Season 1? Ja. Az durva. Durva. Nagyon jó hangzása is. Minden csákánynak ilyen a hangzás? Mert nem mindegyiknek. Nagyon tetszik. Szétadom. Nézzük, Lazy-be maradt-e valami a loot. Valami biztos. Aha, még csatároznak is. A shockwave az bár nagyon jó. Lécy valami heal, az nagyon jó. Le kellettél nekem. Harpoon. Harpoon-t azt maybe el lehetne vinni. Ott még lövöldöznek a srácok.
Kurva autó, tetszik. Ezzel bármikor oda mehetünk, ahova akarunk, ezt tetszik. Porta... nem az igazi. Don't know, kerüljük ki a csatát talán. Vagy tryhardolni kéne? Nem tudom. Bálinti season 1. Hol? Honnan lövöldöznek valahol? Ja, ott le, ha. Hát jó. Ja, egy chapter 2 season van, aha. Én chapter 2 season 3 előző seasonben. Ja, jönnie kell a srácok, és akkor megpróbáljuk egy picikét megszivatni. Na ne, pedig raktam le a falat! Tényleg raktam le a falat, á, jól játszott. Valószínűleg neki is, hát eléggé szuper sok órája van a gépben, GG. Pedig már raktam le a falat, tényleg, ezt nem tudom megmutatni, de már nyomtam a falat. Direkt mondom, hogyha ennyire sokáig néz, akkor fixelőni fog. Há, bármi, semmiről nem maradt el. Az még az előző streamben volt, Robi, az autóversenyző skin, akkor kaptam, jajaja, a végén. Szóval Zsolti, hello, hello, mi a helyzet? Üdv, üdv. Vajon híró csak emiatt kilép? Már csak nem. Ketibe ugorjak. Nem tudom. Nem tudom. Ugorjunk oda. Változatos a kedvéért. Velem minden szuper, örülök, hogy nálad is minden király. Szevasz Erika, hello, hello. Sziasztok, sziasztok. Viszonylag távol van. És onnan akár valami... akár a Doomhoz, akár a Starkhoz el lehet menni, jó? Hogy vagyok? Kösz szépen, szuperül. Meg vagyok. Ezen a részen van valami zipline vonal? Hát innen nem látszik. Már csak van. Szevasz Csabi vagyok, mi a helyzet? Nézzünk rá. Legalább tanulom egy picit a mapot is. Csak ügyesem. Amúgy ide Stark Valley is lehet, hogy jó lenne ugrálni, de nem tudom. Nem tudom mennyire érné meg, srácok. Tanácstalan vagyok. Ali Stark, hát ez egy picit overkill lenne, de... Hány órán volt? Hát a mai nap nulla. Vagy hogy érted, hogy hány órán volt? Na ezt hogy kiszámoltam, azt láttátok? Azt a mindenit. 200-as volt. És nem ugrott senki se ide. Prémium loot. Skill utalam. Aztán utalam meg mehet a Trihard. Csak hogy szép magyarosan mondjam. Ja. Tegnap alapvetően egy hét lett volna, de nem volt a magyar... Most érkezett meg valaki? Are you kidding me? Csak rosszul hallom? Nem, tényleg ott van valaki, hát ez hihetetlen. Ketten is? What? Ketten ideugrottak és nem vettem észre őket. Az igen. Ott a srác innen csak kívül jön majd. Megsorozzuk a picikét. Sorry. Szegény srác. Biztos örült, hogy nagy nehezen megölt a... És aztán pedig így megölöm. Sad story. Hogy ugrottak ide ketten? Legalább az egyik lehet, hogy bot volt, mert nem tudom, mit keresek itt ketten. Durra.
Oké, okay, na nézzük, milyen lootot hagytak maguk után. Például ezt a zöld charge-ot, ha ekkora városom van, akkor már csak találok valami pumpát. Örülnék neki. De a játéka nem biztos, hogy úgy akarja, hogy én találjak pumpát. Tudom, hogy hogy kell mondani, hogy tryhardozni. Direkt mondtam így. Triard? Lehet nem úgy mondani? Na figyelj, akkor majd mondom úgy. Itt van egy... Nem, fönn volt láda. Oh no! Olyan jók néha a hangok a játékba. Itt még hozzá. Na! Mutasd a pumpot, a lila pumpot! Nem lila pump, de egészen tetszetős... Tetszetős fogás. Jó lesz. Viszont közel van a körre, szetszik. Jaj, te így mondod viccesen? Amúgy adom. Én maradok a simán jó öreg trihardnál. Olvasd le az előző kommentemet és például válaszolj másodperc idelmet. Hát, nem kell. Holnap lesz live-vel, nem leszel itthon? Minden bizonyal lesz, ja. Hát, hogyha akarod, akkor visszanézheted, ha meg egy megy live-ról nem maradsz, nem probléma. Gyakorlatilag minden nap van live. Hajrá, gyerünk, villánsz, úgy legyen, Robi. Köszi szépen. Na, valami finomság még ebben a házban. Ha, valami még akad, jó van. Jó lenne szerezni még egy nagy shieldet, legalább annyit. Mindenképpen kérem még egy nagyit. Gránát, hát... Menjünk így. Ott is van a nagy shield. Látjátok, srácok? Csak kérni kell. Most nálam van a sniper. Na ezzel! Egy lövés lesz. Egy lövés, ami nagy lesz, az ugye lesz. Sombor Máté, hello, mi a helyzet? Jó, tetszik a loadout, mehetünk. Matiból kéne még sok. Tegyünk érte, hogy legyen. Lesz-e kreatív vagy duo? Duo nem lesz kreatív, volt már. Talán a live vége felé még lesz valami nézői játék, de amúgy nem nagyon. Nem azt mondom, hogy nem lesz soha, de nagyon különleges alkalommal kell lenni ahhoz. De kb-ja. A végén ennek a live-nak a legtöbb live végén szokott lenni, de lehetséges, hogy most nem Krea lesz, hanem... Squad. Elolvasod a nevemet? Az előbb köszöntem. Látod, hogyha köszönsz, akkor bemondom, de így most... Meg mindig ebbe a korszakba érünk, hihetetlen. Nem tudom, mikor lett divat ez, hogy mondd be a nevemet, meg miért lett divat ez, hogy mondd be a nevemet, de... Na mindegy. Semmi probléma, lemaragszom érte, csak nem értem. Nem értem, mert csomóan kéritek, hogy mondjam be a neveteket. Mi értelme? Nem veszek semmi versetebbek az a helyzet. Úgyhogy ilyenekre nem egyszerűs egyszerűséggel azt szoktam mondani, hogy szarinó. És mindig elmondom, ugye lesz a monológot, de hát, na. Ez van? Hát igen, ez van, de miért van ez? Mennyivel jobb lenne, hogyha nem lenne ez? Ó, ez most komoly, hogy egy sziklafalba vagyok benne? Na mindegy. Na tessék, Oliver bemondta a nevedet. Ez az Optimus Prime. Henriette, hello. Amúgy jó ez a hely, mert innen akár tudunk menni egyébként rifttel is. Ja, menjünk rifttel. Ja. Meg vagy Adam Fortnite-ba? Király. Be tudtok jelölni. Ott van, most már a leírásban a nevem. Leírásban is. Menjünk Star felé.
kell egy kis fájt. Nézzük meg, mit hagytak. Valószínűleg nem sok mindent, de valami biztos maradt. New Landmark, ez az. Be szoktam mondani a neveteket, hogyha írtok valami értelmes kommentet, de az ilyen, hogy bemondod-e a nevemet, az nem értelmes komment. Mi következik ebből? Nem mondom be a nevedet? Csak értelmes komment? Ja, akkor nem értelmesek, nem mondom be. Ohe. Ezt mondom, hogy nem találtam egy normális satit. Nagyon nem szeretem a charge-ot, srácok. Hol van a srác? Ja, hogy itt rajtam. Kapott egy nagyobbat. Negyvenne élete van a srácnak. Kapott 40-et fehérbe a srác. És az előbb meg 120-at legalább. Gyere már ide! Jól játszik amúgy a srác. Hozzám képest. Ott van most fönt? Ja. Nem biztos. Hol van a srác? Azban nincsen matim. Aj, de utálom ezt a charge-ot. Annyira nem vagyok vele maga biztos. Most nem tudom, hogy ebbe a dobozba van, de ebbe a dobozba van. Na jó, hogy hátba lőnek, nem hiszem el. Ez egy másik gyerek volt, micsoda? Ah, no way. Miért lőnek hátba? Nem bírom. Utálom a charge-ot. Komolyan mondom, legközelebb, hogyha charge-om lesz, akkor inkább lecserélem, hogyha akár egy lega charge-om lesz, akkor is vagy szájgrédelem, vagy elhozok helyette egy akár szürke pumpot is, mert nagyon nem bírom. Nem érted a címet, hogyha hogy értem azt, hogy versenyző vagyok? Úgy értem Fortnite világ, hogy kaptam egy skint, és egyébként az autóversenyző is a címben van, a másik az pedig az indexképben. Egy ilyen autóversenyző skinnel megyünk ma, ugyanis az előző skinben elgiftelték ezt az autóversenyző skint, úgyhogy amiatt ez a cím. Á, ilyenkor úgy sajnálom, emiatt kell grindolni folyamatosan, hogy ne az legyen, hogy ellútlak egy csomó időt, aztán utána pedig nem történik semmi. Nem, emiatt kell fogni magunkat és menni szóltiba. Direkt amiatt az indexkében még azt írtam, hogy versenyző, viszont a címben már direkt az, hogy ne legyen félreértető, direkt azt írtam, hogy autóversenyző, hogy ne legyen félreértető egyáltalán. Ilyenkor amúgy nem a stream akadozik, hanem valamiért beakad a játék egy pillanatra, nem tudom. Érdekes. Herjed, köszi szépen. Na, gyerünk. Nézzünk egy szólt itt. Ez most csak fámból. Valószínűleg egyből meghalok ott, de nem baj. Nézzük meg. Van a persze Among Us? Nem tudom. Among Us-ból inkább talán a videó lenne az királyabb. Nem tudom. Szasz Levente, persze, hogy emlékszem rád, elég gyakori itt vagy. Harakák, hello. Hello, Kristóf. Hát
Hát nem jó az esély sajnos, itt olvasom a csetet és közben nem figyelek egyáltalán. Viszont miért nem jönnek erre a féltekének? Szoltinak? Mi a fene? Ja, de jönnek azért. És nagyon rossz hozzájuk képes az esés. Oh, nem hiszem el, elrontottam! Nem hiszem el, srácok! Adjál fémet! Jó. Elég para Szoltiba játszani amúgy. Nagyon jó, hozod itt a csemegét. Köszi. Helyen squad, légy szíves, majd később lesz az is. Monster, hello. Jó. Ez így már egy fokkal jobb loadout. Még ott azért hagytam dolgokat, úgyhogy azért jó lenne kimenni. Gyors loot. Jó. Jó. Könnyen meghaladtam volna, de szerencsére nem történt meg. Jó. Na, kéne szerezni egy normál AR-t mindenképpen. Menjünk harcolni. Építsünk fával. Nem tudom, hogy itt van-e még a srác a házba, az a gond. Tételezzük fel, hogy nincs. Az kell. Jó. No way! De rosszul lövök. Jó, azt a srácot azt meg kell ölni, az talán nem egy olyan erős játékos. Ott még van egy csomó jó loot. Mennyit kell még kapnod, haver? Mennyi matin van? Nem sok, de nem baj. Na, mindenképpen rá akartam menni. Jó. Na, ez így már oké. Ez így már tetszik. Ja. Hello Alex, szia Dávid, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Szerintem nem tudok figyelni, csak Szoltiba nem... Szolti nem az a hely, ahol lehet figyelni. Feltétlenül. Itt megöltem még valakit, vele kéne összefutni. De félek, hogy most jól hátba fognak durrantani. Egyelőre jók vagyunk. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Aki betévedt. Ide a streamre, hello. Jó, hát egy olyan egészen jó kis loadoutunk van, a pumpás alapból, hogyha charge-on van, soha nem ölöm meg a srácot. Tehát, hogy ha hogy hívják, van, akkor ezzel nem találom el. Ezért egy szürke pumpás is jobban érzek, mint egy charge-ot. Tudom, ez nagy hiba is, hogy ennél azért többet kéne játszanom charge-al, hát ha akkor belejönnék, de pump forever. Szoktam már arénázni, mostanában elkezdtem néha streambe, de amúgy annyira nem egyelőre. Csak egyet kapott? No way. Jó, tudja, hogy itt vagyunk. Jó lenne egyet legalább fejleszteni ezen a pumpásom. Menjünk. Jó. Nagyon-nagyon nincs matim. Egy build fightba nem szabad belemennem, semmiképpen sem. Kapja, de nagyon kevés ez így még. És látszik, hogy tud játszani a srác. Nem szabadna rámennem. Az baj, hogy nincsen lőszerem se. Hello Armin, hello, mi a helyzet? Ez így nem jó. Semmiképpen sem szabadna rámennem. Hogy onnan így látszom? Ja. Nem szabadna belemennem semmiképpen sem. Ja,
Én elmegyek innen, szerintem Szoltiból. Nincsen semmi olyan dolgom. Jadzu, hello, hello. Az a fix, hogyha én innen most elmegyek. Ja. Hagytam ott egy kicsi lootot a srácnak, amúgy pedig minden más elvittem, úgyhogy ez így tökéletes nekem. Mondjuk most már egyébként vannak dolgaim. Az igen! Nincsen Matim! Nem volt Matim és nem lőtt a shotgunom! Miért? Miért csinálja ezt velem? Ezért mondtam, hogy miért? Azt mondom magamban, hogy nem szabad belemennem build fightba, és mégis belemegyek a build fightba. Teljesen feleslegesen, nem szabad build fightolnom Mati nélkül. No way. Nem duózok, szari. Maximum off-stream szoktam duózni. Nem tudom, valamiért bennem van az, hogy bár pedig én harcolni akarok, és csak azért is megyek, de nem, teljesen felesleges elmenni. Na, gyerünk. Igen, Levente? Oké, köszi szépen. Akkor megpróbálom. 1v1, előző, kb. Minden streamben van, ez most lehet, hogy pont egy olyan stream lesz, ahol, ami kivétel és nem. Amúgy mindig szoktam, de most tényleg a rendes meccseket akarom gyakorolni, mert kreatívva egészen jól megy már a téma, 1v1-ekben egészen jól megy már a téma, viszont a rendes meccsben éles szituban nagyon nem megy, úgyhogy azt kell gyakorolnom. Látjátok, például ilyenkor ez tök jól jön ki, hogy az ilyen lövéseket nem szabadna elhibázom, és mégis elhibázom. Jó kis gyakorlás. Mondjuk nagyon laggoltam, úgyhogy igazság szerint nincsen sok jelentősége, de mindegy. Menjünk egy ilyet. Nem, amúgy a szolti, azt adtam. Valószínűleg squad lesz, nem biztos lehet. Valamiért ilyenkor még laggolok, de hát most ez van. Na nézzük. Hova kéne ugrani? Sorry. Sorry. Olyan rossz ezeket a fegyver nélkülieket ölni. Hú, nagyon-nagyon jó loot-tal kezdtem, itt teljesen szerencsém volt. Tehát ez abszolút a szerencsém múlott, srácok. Ha itt nincs szerencsém, akkor soha nem csinálom meg ezt így. Nagyon nagy szerencsém volt. De néha szerencse is kell. Parkour az a... Na, az király, az király. Ultra hard. Szerintetek fölment? No way, hogy ketten vannak! Nincsen Mati már megint, ugyanaz a probléma! Nincsen Matim, srácok! Nulla darab materiálom van!
semmire nem elég, mindenkinek van matia. Hogy csinálják, hogy ennyi materiállal kezdenek? Van valami jó taktikátok, hogy hogy legyen egyből a meccs elején sok matim? Mert annyira sok matiuk van, egyszerűen nagyon nehéz így harcolni velük. Mert nem tudom, hogy sok matiuk van-e, de semmi kb. Oh no. Nézd meg, most nem fogom tudni tartani már a falat. Nem tudom tartani a falat, mert nincsen matim. Ez halál is. Á, de srácok, ezzel nem tudok mit csinálni. Nem tudok mit csinálni. Hogy? Hogy szerezzek matit? Hogy szerezzek egyből a meccsre? Én mondjuk egy olyan 300 matit, az már elég mindenre. Á, nem adja sajnos. Ez az Jason, szevasz, Neil, hello Greta, sziasztok, sziasztok. Nem, ebből nem lesz mind, srácok. Mati nélkül nem lehet a Fortnite-tal játszani sajnos. A végére szerezem 60-at, de hát ez nagyon kevés. Mikor lesz quad? Az, hogyha lesz, akkor a streamnek a legeslegvégén. Nem baj, majd a kövi... Hát remélem. Tényleg csak azt tudom elképzelni, hogy ha egyből nem ilyen szoltit ugrok, akkor lehet sok matim, de akkor a többieknek hogy van ennyi? Nem, a Reaper-t azt giftelték. Giftelték előző streamben. Amúgy jó a szolti kezdőhelynek, mert most kétszer szerencsés voltam, de... Nem, ez így nem jó. Az vagy nulla matival kezdek. Üsse a bútorokat. Igyekszem, csak ugye nem házba kezdek, emiatt nehezebb, de ja. Ja. Bútorokat azt mindig megpróbálom kiütni. Ja, persze, weeping is egy tök jó ötlet, csak azt akarom, hogy jó, ugrok weepingbe, csak azt akarom, hogy sok matim legyen, és folyamatosan harcoljak. Látom, hogy arénába kéne próbálkoznom. Abba kicsiket könnyebb matit szerezni. Az az egyik, másik pedig, hogy abban talán több harc van. Megpróbál ki a Rally Royale-t, rage-elős. Annyi nem szoktam egyébként rage-elni. De amúgy nem terveztem egyelőre. Fa telepre? Az is jó ötlet. Azt akarom, hogy sok mati legyen, és közben azért tudjak harcolni. Tehát, hogyha egy ilyen full eldugott helyre megyek, akkor megy a harc, és... Vagy akkor pont, hogy semmi harc nincsen. Lesz mindenből csomóm, de a végén meg lelője egy srác, nulla kill, mondjuk nincs tudom én, top 5, és semmit nem fejlődtem vele. És ez meg megint nem jó, mert... Nem jött ide senki, de egy ember jött, csak nem hallottam valamire a hangját, na mindegy. Úgyhogy azt se szeretném. Tehát értitek? Ez Arena Trio, később lesz majd Arena Trio, amikor lesz egy fix team, amivel megyek. Meg amikor már egy kicsit jobb leszek a játékba. Én egy pár hónapot mondok. Pár hónap múlva szerintem... Hát nagyon meg akar ölni. Az baj, neki biztos, hogy brutális lootja van. Nekem meg eléggé gyenge. Hogy nem halt meg a srác? Hajj már meg! Na jó, ezt mindjárt kiklippelem. Nem az volt, hogy már négyet belelőttem 31-ből, és most lőttem bele az ötödiket? Ennyire pekes nem lehetek. Nem érzem ma a játékot, sajnálom, srácok. Sajnálom, nem érzem. Lehet, hogy ezután arénázni fogunk, vagy valami más csinálunk, mert ez így nem jó. Hát nem is az, hogy 7 HP-t, annyit lőttem bele, és a végén megint nem had... Nem. Ez ma nem. Megpróbálunk még egy pár meccset, de ez szörnyű. Egyszerűen, amikor azt érzem, hogy bármivel próbálkozok, nincs esélyem. Pedig ez a srác is simán megölhettem volna, annyira egyszerű lett volna, neki se volt matija. Elrontotta, hogy rám jött. Az a baj, hogy az 1v1 az sokat nem ér. Sokat nem ér, mert nem ér, azért mondom, hogy nem ér semmit kb. Mert egy rendes meccsben teljesen más, mint egy 1v1-ben, teljesen más. Ezért mondom, hogy a rendes meccsben csak az építés, meg az 1v1, vagy mi az, meg a rendes meccsben való játék segít, semmi más.
ismerős nekem ez a skin valahonnan. Úgyhogy ja, ja. Gyerünk, Spring. Salty Springs, gyerünk. Gyerünk. Sőt, Weeping. Jó volt ez a Weeping, csak... Annyira szerencsétlen vagyok ma. Na mindegy. Mindegy. És most emiatt nem akarok egyébként nézőit, mert tényleg próbálok ebben fejlődni, mert a szóló a legfontosabb nekem alapvetően, mint meccsek. Vagy hát majd később nyilvánvalóan például a trió lesz, de egyelőre ebben tudok fejlődni. Na mindegy. Egész egyszerűen vannak olyan napok, amikor nem adja a játék. Ez most egy ilyen nap. Nagyon rosszul esik a srác. Ha ide jön. Én se sem túl jól, de... Semmi nem volt itt ezen a házon? Na jó. Are you kidding me? Are you kidding me? Itt se lesz benne semmi. Fú de rossz most ez a házlút. De jó ég. Förtelmes! Nem is kell ez. Mindegy, az RNG most nincs velem. Nem baj. Semmi gond. Matit adjál sokat. Nincsen semmi, azért ránézünk. Haló? Nem jó. Nem jó, semmi nincs ebbe a háza, srácok. Borzasztó egy ház volt. Azt se akarnám elvinni azt a kék burst-et, mert nem azzal akarok gyakorolni, hanem a két fegyveres játékot akarom gyakorolni. Bot volt? Lehet. Vagy csak nem tudta, hogyha nagyon elövés, de viszont a másikat is le akarom vadászni. Ne már, itt van még egy srác! De rossz így! Várjatok! Jó. Az a baj, hogy megint nem volt jó, mert most meg a pumpásoti volt rossz helyem. Nem dobáltam ki a többi cuccot és véletlen egyesre váltottam át. Aztán utána meg már nem váltottam át, szóval szerencsém volt, de jó. Nem ittam be a shieldet? Tényleg? Na. Lehet, hogy már le is vagyok fáradva, nem tudok koncentrálni. Semmi baj. Szerencsém volt. Megyek Team Rumble? Olyan sem csináltam még soha. Annyira szerencsém volt valami egyébként, hogy botokkal dobol össze, mert különben ezek az emberek simán megöltek volna. Mármint, hogy a másik az nem volt bot, akit legelőször lőttem le, ő viszont az volt, úgyhogy... Hátja. Most ez a három killenek valószínűleg sima halálnak kellett volna lennie. Nagyon-nagyon rosszul lőttem. Na mindegy. Gyerünk. 16 vég, 16? Nem tudom. Biztos jó az is lövés gyakorlásra, nem tudom. Kéne amúgy olyan pálya, van valami olyan kreatív map, ahol például a lövés lehet gyakorolni? Vagy olyan nem létezik? Mert tudom, hogy vannak külön programok, amik segítenek ebbe, meg ilyenek, de hát... Nem tudom. Van? Na, az király. Akkor írom, majd dumáljunk. Ja, este úgy is beszéltünk, vagy este úgy is majd játszunk, azt beszéltük, úgyhogy majd akkor. Király, köszi.
Jó lenni telek? Hát igyekszem, köszi, köszi. Kreatív volt, talán az az egyetlen, ami még segít tényleg a szóló meccsekbe, ugye az építés mellett nyilván. Hát... Ó, többen is tudtak, szuper, szuper, szuper. Most megpróbálom tényleg azt, hogy több Mattival megyek neki a harcoknak, mert most 3 kill, teljesen rendben van, elég is. Most már csak Mati kell. Ludeut az, hát, gyenge, közepes. Kár, hogy sosincs nekem mondjuk ilyen lila pámpom, meg ilyen fegyvereim. Challenge-eket nem nagyon szoktam XP-er, igazából elég fölöslegesnek érzem. Főleg most ugye, hogy nincsen meg a BP. Bár mondjuk lehetne grindolni egyet, olyan szempontból jó lehetne, hogy akkor eléggé gyorsan meg lenne a maradék 100 gold, vagy mi az V-back, ami még hiányzik. Azt nem akartam kiütni, de mindegy. Ja. Oké, Sobi, köszi, 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 persze. Jó. Most Vatimból van elég sok. Így már neki megyek szívesen egy fájtnak. Tényleg azt kéne most már megtanulnom, hogy nem kell... Nem is az, hogy elizgulni, hanem... De lehet, hogy az a legjobb szóra, hogy elizgulni. Még nem vagyok elég rutinos a játékban, és emiatt egyszerűen... Hogyha rendes fájt van, akkor elizgulom, és nem úgy lövek, mint mondjuk egy sima 1v1-be. Ajja. Levente, talán. Hero-aikkal biztos, hogy fogok játszani, mert velük ugye beszéltem. Nem tudom. Na, elég lesz a Matiból. Már Matiból tudom, sose elég, de hát jó lesz ez így. PC-ről játszom, PC-ről, Hunor. A pickaxe-et is giftelték, igen. Ja. Van itt még valami izgalmas téma? Úgy tűnik, hogy nem. Ennek van alsó szintje? Dumba van egy olyan háza, ahol aminek van, ennek úgy tűnik nincs. Kis fém. Ez mindig jó. Szíves elmennék lila pámpal, az annyira durva. Na mindegy. Biztos vannak ilyen taktikák, hogy lehet a legkönnyebben brutálisan durva a loadoutot szerezni. Dávid, már megint kezded? Ah, Istenem, hihetetlen. Megérte beírni azt, hogy S, D, D, S, meg ezeket? Mert szerintem nem volt értelme, de ahogy gondolod. Sókolom átlagos fiú, hello. Jó, ennyi Mati, most már kb. Minden csatára elég, menjünk. Nem kellett volna? Ah. Elveszik a munkát. Kettő kattintás volt. Hogyha így egyből így észreveszem, akkor... Miért is ne? De amúgy köszi, Robi. Szóval van olyan taktika, ahol például eléggé nagy százalékkal szerzek, és viszonylag könnyen ilyen nagyon durva loadoutot? Tehát például, most gondolok én lila pumpra, valamilyen jó kis AR-re, shieldekre, eléggé sok plusz shield, vagy furra az RNG múlik. Hát nyilvánvaló, hogyha tryhardolok és megölök 10 embert, akkor nagyobb eséllyel lesz, de értek. Vagy kéne kifejlesztenem egyébként egy nagyon jó helyet, ahova tudok ugrani, és ahonnan például tudok egyben egyébként tryhardolni is, de egyből azért lehet egy jó kis loadoutot szerezni. Van eléggé a taktika része lenne, az nagyon jó lenne. Na majd azon is gondolkozok. Most onnan lőtt rám? Jól láttam? Vagy mögölem? Ja, nem innen. Az a félek, hogy neki egy készen jó fegyvere van. Nem váltott át a sotira! Nem hiszem el, srácok!
Látjátok? Jó, lehet, hogy hagyom a szólózás, mert akkora pekem van. Először nem lő a shotgun, aztán átváltok, és nem enged visszaváltani, mert editbe vagyok. És ilyenkor nem tudok mit csinálni, mert ilyenkor valahogy reflexből kellett volna. Aj de rossz ez így. Nem szabad, nem lehet, nem tudok arénát menni. Ja, mert most átalakítják, jó? Akkor marad a szóló. De kár érte. Annyira sima kill volt ez is, annyira simán meg kellett volna ölnöm az én szintemem. Mert jól játszott a srác, de simán el kellett volna kapnom. Kár érte. Isti, oké, Isti. Próbálok rá figyelni, csak annyian mondjátok, hogy máshogy szólítsalak, hogy egyszerűen nagyon nehéz megjegyezni. Az a legjobb mód, hogyha azt szeretnétek, hogy máshogy szólítsalak, akkor simán átnevezitek magatokat, mert akkor fixen jó volt. Ágy, akkor fixen úgy tudlak szólítani. Jaj, arén a trió volt? Rosszra nyomtam? Jó, mindegy, my bad. Majd megpróbálom szólóval is hátulba, viszont be tudok lépni. De egyébként még mindig a Doom-nak a cuccán javítanak valamit. Be lehet lépni trióba? Nem vágom. Na jó. Szolti, azért is tryhardolni fogok. Azért is ölni akarok, azért is harcolni akarok, gyakorolni. Bár mondjuk kérdés, hogy melyikkel gyakorolok a legtöbbet. Hogyha az elején ilyen gyenge loadout-tal harcolok, vagy hogyha a végén harcolok egy jót. Nem tudom. Mind a kettő megy szit, úgyhogy mind a kettővel lehetne fejlődni mindenképpen. És közben ez csomó esetben 50-50. Na mindegy. Ezt a shotit jó lenne megszerezni. Ketten is ugranak rá. Na menj már, hogy ez ilyen két... Azt a mindenit, de jó ez a játékos. Az igen, sorry srác. Megérdemelte volna, hogy megöljön. Ha megöl, akkor egy jót nevetünk. Jó, nyilván örülök, hogy megöltem, de nagyon jól csinálta. Jaj, de jól csinálta. Ez tetszett, ahogy játszott a srác. GG. Hát, hogyha itt meghalok egy ilyen szituációba, akkor... Teljesen megérdemelte volna a srác, hogy megöljön egyébként. Hogyha ezt szándékosan csinálta... Akkor az eléggé brutális. Nagyon jól csinálta. Szép volt. Jó, hát innentől kezdve meg nagyon nehéz dolgom van, mert szörnyű a loadoutom, és innentől kezdve gyakorlatilag hulla vagyok. Tehát, hogy arra az esély, hogy én innen túléljem, az közel 0%. Hogyha innen én leszek Szoltinak a király, az közel 0%, de... Azért megpróbálom, nincs egy ARM, nincsen életem, nincsen shieldem, semmim nincsen. De hát mindegy. Nagyon szépen csinálta a sár, GG. Ez amúgy mekkora trükk már, hogyha nincsen fegyvered, akkor a benzines kannát hogy rám robbantotta már? Egy életem maradt. Csak talán neki nem kell, felém kellett volna futnia, és akkor egyből be is fejez. Valami olyan fájtba kéne belemennem, nem tudom, mert mindenem nagyon gyenge. Matim sincsen. Na, játék. Rajtam van egy srác. Kettő srác. Ez a srác jól játszik. Úristen, na jó.
Ezt hagyjuk, ezt a fájtat. Ezt engedjük el. Az első lövésem szép volt, utána nem volt matim, és annyira beparáztam, hogy nincsen matim, hogy elfelejtettem lőni. Na mindegy. Szevasz, játékmester. Nagyon, most viszont szerencsém van. Tehát eddig nagyon nem volt szerencsém, most egy picikét visszaadja a szerencsémet a játék. De hát ez megint nem érdemeltem meg ezt a killt. Bár mondjuk az első lövésem az jó volt. Az első lövés az óriási rántás volt, ez a 80-as. Az kellett, de... Hogyha innen még tovább élek, srácok, semmim nincsen. Semmim nincsen. Ezeket a fájtokat, ez egy rendes 1v1-ben, ez, ilyen fájtokat azért 10-ből 9-szer nem hibázok el. Itt pedig szinte mindig elhibázom. Az ilyen egyszerű lövéseket. Hogy ugrál a srác, és három lövésből egyszer nem találom el, a legelső talált, a többi nem. Na jó, szörnyen lootom. Nincsen semmim. Nincsen hílem. Teljesen lovos vagyok. Szoltiba vagyok, és velem együtt még vannak itt. Szerintetek? Hol fogom élni? Valamit muszáj lenne szerezni. Hol van a srácok a többi lootja? Nem volt valami híje? Valami híja csak volt. Itt van egy kis bandage talán. Ja. Na jó, nem hiszem el. Srácot, ezt meg kéne ölnöm, ez nem játszik ellen olyan jól. És ebben ő... Minden lő Sotival? Ez a baj, egy lövés vagyok. Somó Matija lehet. Bot? Miért kerülök össze botokkal? Miért kerülök össze ennyi bottal? Érdekes. Na még valaki? És azok, ezt hogy éltem túl ezt a szóltimit? Hát ez hihetetlen. Most ez karma volt. Most meghalok. Van egy nagyon rossz megérzésem, szerintem most meg fogok halni. Ott van a srác. Van, nem látok rá. Gyorsan menjünk. Úristen, mennyien írtatok. Sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkinek. Hello, hello. Az egérnek az egyik gombjával, az egyik oldalsó gombjával guggolok. Csak neked recsege valami? Nem tudom, srácok. Hogyha valami probléma van a hanggal, akkor írjátok meg mindenképpen. Valami probléma van? Sziasztok, mester. Hello, hello. Persze, majd dumáljunk, én aznap meg, rákövetkező nap is ráírtam. Majd dumáljunk a játékmester. Nálad, na valakinél nem. Nincs probléma, jó? Jó, jó, jó. Nem tudom, mi lehet. De még sorry, de senkit nem hirdetek csak úgy. Hogyha nyilván ránézek a csatornájára és nem tudom, játszok vele, akkor oké, de amúgy nem hirdetek senkit, sorry. Ha nálad volt a probléma megoldott, oké, okay, szuper. Jó. Nem állunk jól, de legalább egy egészen izgalmas kis fight volt. Lassan egyébként, amikben még fejlődni kell mindenképpen itt a stúdiónak, hogy a lámpákat le kell cserélni. Ez ilyen off-topic, tudom, de annyira zavaró néha, hogy fullba a szemembe világít a fény. Például estékben, játékokban nagyon-nagyon hardcore. Jössz live után 1v1 vidire? Hát nem tudom. Nem tudom. Persze, hogy necces 75 HP-t, de hát mit csináljak? Nem hagytak más lootot, semmi más lootot nem hagytak. Egész Szoltiban én voltam a király, és semmi lootom nincsen.
Na jó, az túlzás, mert azért van egy pár jó dolog, de amúgy ez nagyon kevés. Nagyon-nagyon gyenge. Mikor lesz néző? Nézői game-re gondolsz? Live végén lesz. Szóval mindenkinek nagyon fullos loadoutja van. Hát srácok, hogyha ebből a meccsből kidolok hozni valami értelmes eredményt, akkor lehidalok, hogy nem tudom, de nem hiszem, hogy ez sikerülni fog. Matiból se állok jól, bár mondjuk az egyre tűrhetőbb, de a lootom az förtelmes. Förtelmes. Na mindegy. Mikor ez a párszor egy megsoroznak egy AR-ral, ami meg is történt, bevonzottam ennyi, és innentől kezdve gyakorlatilag meg is haltam. Tudok arénázni? Akkor lehet, hogy majd arénával folytatjuk. Jó, ezek amíg eddig egymással vannak elfoglalva, addig én megpróbálok elmenni innen. Az egyiket jó lenne megölni amúgy. Úgy de rosszul lövök. Nem már! És még hátba is jönnek, két oldalról. Na srácok, hogyha ezt túlélem. Akkor valamit tudok, vagy nem tudom. Kérlek, mondd, hogy volt nálad valami heal. Aj, de jó lootod volt! Ilyet adhattál volna, nekem is játék. Jó is játszok, never give up. Never give up. Na nem! Jön még egy. De kár így meghalni! Ah, no! No! Hát, srácok! Nagyot harcoltunk, de a kör az elintéz engem. Az a baj, hogy kéne egy autó, mert nem tudok végtelenségig hílelni. No! Ah, na jó, hát, srácok, ez GG lesz mindjárt. Ez mindjárt full GG. Ah, sad, sad. 10 bandage, de az nem elég. Kettőket sebez a kör, nem, még csak egyiket sebez, de ahogy beér, kettőket sebez. Hát ez rip. GG, 5 kill. Ebből 2 szép kill volt. Hát nem, Szoltiba is volt még egy szép. Akkor 3 szép kill volt. De sajnos, a kör az befejez engem. Sad but true. Itt sincs el heal. GG, GG. Nem érek be. Nem, minden már nem érek be. Ez off. Ez G a G-hez, srácok. Nagyon messze van a kör. Nagyon-nagyon messze van a kör. Hát bízhatsz bennem innentől kezdve, hogy ma az a baj, hogy már nagyon off, hát nagyon messze van még a kör. Ott meghalt valaki, de hát ez még így is nagyon messze van. Nincsen kocsi, srácok, az a baj. Hogy a kocsi az még legalább olyan messze van, mint a kör. Lehet, hogy itt már be is fejez. Na nézzük, 30 élet alatt elfutok-e odáig? Szerintem nem. Aj, de közel volt! Léci játék! Na jó ez a meccs! Na jó ez a meccs! Én kész vagyok. Én kész vagyok. Beír... Jó, oké, és beértem, srácok, de... És akkor itt most mit csinálok, ugye? Azokat az lootokat nem szedettem fel.
Az XT, az mi? Az mi? Mi ez a meccs, srácok? Valóban beértem, csak már most jön a következő kör, és egy darab életem van. Egy darab életem van, és a másik, a világ másik felén van a kör. Ez mi? Ez mi? Hát én már teljesen feladtam. De nagyon gyorsan jön a kör. Egyes ilyen van. Hogyha itt most kifogok egy floppert. Flopper, 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 flopper! Jó, nem. Menjünk, 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 menjünk. A játék azt akarja, hogy még maradjak életben. Nem shieldezhetek, srácok, mennem kell a körbe. Nem shieldezhetek. Nem szabad shieldeznem. Ott van előttem a srác. Nem érdekel a srác, hogyha ott van előttem. Nem lőhetek rá. Nem, 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 nem szabad. Csak menni kell. Alma! Nem sok heal, de legalább heal. Zipline-nal menjek le szerintetek? Vagy valahogy leépítsem magam. Zipline-nal megyek le. De előtte shieldelek. Sőt, egyelőre még nem is megyek le. Na jó, srácok, gyerünk, 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 gyerünk. Én ezt már feladtam. Teljes mértékben feladtam ezt a meccset már. Srácok, hogyha a zipline-ról leugrok, akkor nem kapok damage-et, jól tudom, ugye? Jó, nincs messze. Mi ez a meccs? Mi ez a meccs? Hello Attila, és négyen élünk. És ott ugrott le az egyik, az lehet meg is hal, az hogy ugrott az úgy le? Egyelőre még maradok a HG-n amúgy. És úgy érzem, hogy le fogok ugrani véletlen. Hol a zipline? Kinn a körön kívül. Ja, nem tudok zipline-nal menni. Oh no. Oh no, baj van. Léci! Léci, amit tanultam! Most az egyszer! Léci, hagyj ussak le! Sose csináltam ezt még éles meccsben, de megoldottam! Never give up! Never give up! Matit még! Adj Matit! Never give up! Hol a srác? Jézus, ez a meccs, srácok! Mi ez a meccs? Hogyha ezt megnyerem, akkor ez megy ki YouTube-ra, csak mondom. Hogyha ezt innen megnyerem, akkor ez megy ki YouTube-ra. Az a baj, nem tudok horgászni, mert nincsen semmi. Maximum így próbálhatok meg horgászni. Így fogok valami snecit, vagy valamit. Ja, köszi. Pont erre volt szükségem, játék. Adjál snecit. Ott is van a sneci. Egy darab snecit fogtam. Halló? Ne, bebagoltam! Ne, 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 ne! Most ne! Most ne, játék, kérlek! Jó, 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 oké. Mi lesz még ebbe a meccsbe? Nagyon izgulok, srácok. Ne, most valami baj van, várjatok. Most lelazulok szépen. És elkenjük ezt a gyereknek a száját. Jaj, van vasember útja. No, vasember. 177-et kapott a srác! Nem! Szóval
ez a meccs, ez mi volt, srácok? Ez akkora nagy pehem volt, de amúgy 170-et kapott, hogy maradt a végére ennyi élete? No way! Hát ebből nem lesz YouTube videó, de amúgy lehet kéne csinálni. Á, de nem! Ez mekkora meccs volt, te jó ég, mekkora meccs volt ez. Nem rage-eltem ki, mert valahol éreztem, hogy ez lesz egyébként, de ez a meccs, te jó ég, milyen meccs volt. Te jó ég. Ja nem 176, hanem 117-et kapott. Ja, azért maradt ennyi élete. Arénát mondtam, jó, de most megjött a kedvem a szólóhoz, menjünk még egyet, szóltiba, aztán, hogyha meghalunk, akkor utána mehetünk arénát. Mi volt ez a meccs? Sose ad föl! Hogy azért örültem volna nagyon, hogyha ezt megnyerem, mert akkor ez mehetett föl volna YouTube-ra. Egy 6 killes győzelmi meccs, de egy milyen never give up. Ez milyen jó kis üzenete lehetett volna. No way. Na mindegy. Akkor ebből még nem lesz YouTube. Amúgy YouTube videót majd szeretnék csinálni ilyen jobb meccsekből, de azt majd egy picikét később terveztem, amikor majd jobb játékos leszek. De ez a meccs, ez egyébként mehetett volna YouTube-ra, mert ez jó volt. Nice. Még ilyet akarok. Még ilyen meccset akarok. Amiben az volt, hogy az elején is harcolok, és a végén is harcolok. És a végét az fullba elizultam, a legvégén már jó volt, mert ott már elengedtem. Ez durva volt nagyon. Na jó, menjünk egyet Starkba. Csak azért Starkba. Mert hogyha meghalok, akkor utána megyünk arénázni. Aj, de jó lett volna, hogyha megölöm a srácot. Kár érte. De honnan hoztuk vissza? Egy élettel, srácok, te jó ég, mi volt ez a meccs. Ez felül bírja elmúlni bármelyik meccs is az élőadásban. Hát, nem tudom. 17 óra, akkor visszajössz. Oké, Srabi, hello. Itt egy nagy shield, tehát ezt nem fogjuk beinni soha. Már megpróbálhatjuk, mert talán most nincsenek itt amúgy emberek. Azért shield-el indítani az eléggé beast. Ez a Stark, ez a legdurvább hely ever. Tehát, hogy mi ez a hely? Szóval azt hiszem minden itt. Hol a shotit ad már ide? Kettő lövés. Hallod? Stílet a játék, srácok. Nincsen matim! Mindig elfelejtem, hogy nincs matim. Ezek botok. Az is bot, nem kell bot. Botot nem ölünk. Ott egy ember. Haverom, hajj már meg, hát mennyit kell kapnod? 130-at kapott a srác, és nem... Tessék! Egy pillanat rá editeltem ki a mapot, és annyiból megölt. Nem hiszem el. Pedig ez is jó volt. Jó, menjünk arénát. Úgyis csak egy gyors körnek akartam, hogy ha bejön, akkor az nagyon durva, ha meg nem, akkor meg megyünk arénát. Ja, menjünk arénát. Mi a fene? Na nézzük, tehát aréna. Jó, ez csak disabled. Jó. Tehát most nincsen benne a Doom-nak a képessége, ennyi. Jó. Menjünk. Az előző meccs mennyire durva volt már. Szétadtam azt a meccset. Division 3. A Division 3. Azokból, hogy egyet-egyet ölök néha. Az ilyen. Oli Salty. Menjen ezzelre a tryhard. Vagy tudtok valami olyan helyet, srácok, ahova érdemes lenne ugrani? Mert az elején mondjuk nem sokan mennek oda, de onnan mondjuk át lehet menni egy brutális helyre tryhardolni. Tehát mondjuk gondolok én egy ilyen körre. Ez például egészen durva. Kettőt tudtam jelölni. Az igen. Vagy valami ilyesmi. Vagy menjünk Saltiba,
Hogy Doom Domainbe onnan szóltva, vagy fordítva. Don't know, menjünk Saltiba. Elvileg egy ilyen aréna ponton nem kéne erőseknek lennie, de mégis eléggé erősek vannak, úgyhogy... Érdekes. Na várjátok srácok, befagyott itt a csetem. Úgyhogy most ez az ugrás, ez nem lesz igazán tökéletes. Ugrok máshova, csak befagyott itt a csetem. Na, ugorjunk Saltiba. Vagy mi az ide, Oliba. Befagyott a cset, és amiatt az gyorsan rá kellett frissíteni. Nem volt Mati? Ja, azt többször is megszívtam. Szárga volt az első videót? Az igen. Szevasz Melinda. Hello Bence Péter, szia. Lazy Lake az olyan? Stark kis tanyája? Jó ötletek. Ide is jönnek most egy páram. A lézit azt amúgy adom. A lézi azt tudom, hogy egy ilyen durvább hely. Szolti azt tudnám egy picit hasonlítani, csak egy picit másot fájtolni. Tehát azoknál a házaknál teljesen más sarcolni, mint egy ilyen Szoltisnál. Nem tudom. Authority ott jó aludt, és senki nem megy oda. Ja, azt néztem streamben. Néha szoktam odaugrani, hogy oda kb. Senki nem megy, és onnan tudnánk akár át is menni mondjuk Saltiba. Úgy ez good call. Ezt korábban streamekben rengeteget csináltam, hogy alig mennek ugye oda, mióta kikerült a mitik cucc, és brutálisan jó aludt. Ja. Aha, véletlen szálltam be ebbe, semmi baj. Ó, pumpa. Azonnal is, hogy készen van a Wolverine Challenge, de nem kaptad meg a skint, és megvan a Battle Pass-ed. A Keti az jó hely, oda a stream elején is ugrottam egy jó párat, oda nagyon ritkán mennek. Csak mondjuk, az volt pedig nagyon-nagyon sokáig nem találkozok senkivel, de amúgy ja, a Keti is jó ötlet. Ja. Na, majd kipróbáljuk. Ó, Shockwave, ez az. Gyere ide a papához, szépen. Autók. Menjen a fight! Nem is kérdés. Haver, ne menj el, itt vagyok, gyere vissza! Harcoljunk egyet! Hogy? Ú, de nagyon rossz a bloomom, srácok, pedig furra rajta van a célkereszt. Ó, itt a srác. Hova mész? Gyere vissza! Nem a banánt láttam, van még valaki itt. Oh, no way. Honnan lőttek, vagy melyik oldalról? Halló? Nem így kéne tryhardolni. Hova lett a srác? I'm off. Azt nem tudom, miért nem vettem fel a sharkslash-t. Lehet, hogy onnan lőttek rám. De hol a másik srác? Most hova lett? Én csak harcolni akartam veled, gyere már vissza!
Don't know. Mondjuk menni kéne a körbe lassan. Elviszek egy kamiont. Bár mondjuk ő még nem ment el, de mindegy. Az ott egy bigi? Nem. Az ott... Kombat? Pumpa? Nem, ez kombat. Kettő kombat, az nem kell. Abszolút mester. Drive to Misty Meadows. Persze. Oda. Oda menjek. Hogyne, jó ötleteid vannak. Srác, jövök. Mennyi élete van még? Miért 40-e? Na jó, srácok, engem utál ez a játék. Engem utál ez a játék. 2x40-et kapott a srác, pedig 2-szer úgy éreztem, hogy telibe lövöm. Utál a játék, nem hiszem el. Menjünk lézibe. Annyira pekhes vagyok, úgy érzem. A mai napon fullba pekhen van, úgy érzem, nem tudom. Lehet, hogy nem teliba találom, vagy nem tudom, pedig csomószor úgy érzem, hogy fúj, jól ellövöm a srácot, és ilyen 40-es dimitsek. Pumpával közelről. Nem értem. Nem értem. Csá Balázs, stream végé lehetséges. Nem tudom, most megy, 1 óra 45 perce. Hát még legalább egy órát játszunk, aztán majd utána lehet. Ekkor a BP-d is nincs Wolverine. Nem tudom, hogy mi lehet az mester. Miért lakolok itt a lobbyban? Azt nézzétek, milyen rosszul lövök, szörnyű. Az aimomon kéne javítani. Az építés, hogyha tényleg rákoncentrálok és nem izgulok, akkor az építés az jól megy, de az aimomon nagyon sokat kéne javítani. Na mindegy. Híróval beszéltem, úgyhogy elvileg majd jó lesz ez. Nézzünk, lézit vagy autoritit? Nézzük egy autoritit. Hunor, giftelték nekem. Váltsát kontorról erre. Persze, hogy ne. Hello Melinda, nem tudom, hogy köszöntem el. Szia. Most jönnek Authority-be? Meglepő. Ja, nem, csak tovább repülnek Szaltiba. Megint üres teljesen. Nem teljesen, valaki jön. Aj, de örülök neked. Nem! Kezd szépen a feliratkozást, itt vidcastünk. Na jó, ez milyen gonosz már. Srác, léci, hagyjál. Hogy kerültek ide hirtelen 50-en? Köszi a feliratkozást! Ne arra, úgy nem tudtam nézni, hogy ki volt, de nagyon szépen köszi a feliratkozást! Hogy kerültek ide hirtelen 50-en, srácok? Alig hiszem el!
Kíváncsi vagyok-e a real elemre? Amúgy is sose hallottam. Ha úgy érzed. Na, minél mondjad, kíváncsi vagyok. Nem tudom. Most már kezdek hozzászokni, hogyha a Szenzire gondolsz ez, de hát... Engem kérdezel? Mondom, hogyha szeretnéd, nyugodtan megmondhatod. Nem rajtam múlik, hogy megmondod-e. Kíváncsi vagyok rá nyilván, de ahogy gondolod. Nekem te már híró maradsz, az biztos. Péles, nézd meg a CDC-t. CDC. Nem, DCD. DCD. Mi lehet a DCD? Discord. DC. A DC-d? Az én DC-met? Nézd meg a DC-met, az lehet. Lehet. Szasz, Máté. Szóval az eset, most nem egy V1 van. Nem, egy később lehet. Mi nevem Messengeren? A Messengerem az nem privát. Discordon küld el, léci, az a legjobb. Krisztán, hello. Vagy mi az? Az privát. Na, hülyeséget mondok. Hülyeséget mondok. Nem publik. Értettétek. Sorry, sorry, sorry. Ah, és most még beírjátok. Ah. Na, értitek, értitek. Ah, Keti. És azon gondolkozom, hogy egy per egy Ketibe ugorjak, vagy inkább oda. De sokan jönnek. Miért jönnek ide ennyien? Ja, gondolom azért, mert ugye az elején van a busznak. Hát nem tudom. Nézzünk egy 50-50-t. Famnak mindenhol, uha. Nem ölöm meg ezt a srácot, hagyj legyen esélye. Az az egyik, a másik meg... Ah, ne, ez nem... Rossat itt vettem fel. Nincs ilyen járom. Ezt úgy hívják, hogy szívás, hogyha nincsen ilyen járom. Van nagy shield, ez dupla nagy shield lehetne, az jó. Ezt úgy adnám. Ezt is így adom. Slurfish, azért majd mindjárt visszatérünk. Na jó, érdekesen fogom megoldani. Beiszok kettő ilyet. Ezt egy előre eldobom. Megfogom a Slurfish-t. Annyi shieldem van. Ezt beeszem, és még a kókuszt is beeszem. Így. És visszaveszem magamhoz azt a shieldet. Kompás. Jó, változik a terv. Így. Igen, és van még egy. Köszi jó. Szépen a feliratkozást. Kösz szépen a feliratkozást. O'Neill M... Fú, nem tudtam kiolvasni a nevedet. Oni HVH. Kösz szépen. Ciao, ciao. Mi a helyzet? Pont ott van a térképnél, és... azt majd lehet, hogy át kéne eljelzem, mert így nagyon nehéz kiolvasni. De köszi. Köszi szépen a szubat. Most már megpróbálom. Hát mondjuk nehéz egy olyan helyet találni, ahol mindenhol egyszínű a háttér, de hát mindegy. No way! Rossz épületet tettem le! Az
Az a baj, egy jó lövés. Lassan meghaladnál. Te jó ég, de jó ég, milyen aimja volt, azt a minden ide jól csinálta. Aha, nem hiszem el. Aj, de ah. Olyan dolgokat hibázom, csak simán levártam volna, egy jó lövés is kész. Ah, ebből látszik, hogy mennyire tapasztalatlan vagyok a játékban, hogy ilyen hibákat nem tudom mérvétek. Mondom, jó volt egyébként a helyzetem, meg lehetett volna, csak figyelt rám nagyon. Abban reméltem, hogy egyből pusolja és akkor hátra, de nem. Nem azért arén ezek, hogy pontokba följebb menjek, hanem azért, hogy nagyjából elérjek egy szintet, ahol tényleg az én szintű játékosaim vannak. Kár. Na, ki a kedvenc videósom? Talált ki? Ja nem. De talált ki? Ádám. Köszi szépen, Isi. No way. Szevasz Kubu, 1000 éve. Mi a helyzet? Ah. Ez a nap, ez nem az a nap, amikor nekem szerencsém van, sajnos. Nem baj, nem lehet minden nap olyan. Legalább lejátszok, nem tudom, több ezer meccset erre, és akkor utána meg már nem védek ilyen hibát. Csak hát több ezer meccs, az több száz óra. Mikor kezdtem? A játékot azt előző season 3. Rip szerencse, abszolút rip. A szerencsémnek is, meg nekem is rip. Tervezek-e amúgy Trio Arénát? Persze, mindenképpen tervezek majd Trio Arénát, csak egyelőre még nem vagyok olyan szinten. Az a tervem, hogy minél gyorsabban eljussak... Gondoljunk megint egy ketit. Eljussak olyan szintre, hogy... hogy Trio Arénázzak, és utána pedig majd nyilvánvalóan az ilyen kompetitívebb szinten Trio versenyekre is indulnék, csak az még nagyon-nagyon messze van. De jó lenne amúgy, az lenne az igazán fán. Amikor tényleg benne van nagyon az izgalom, hogy mondjuk egy versenyen vagy, az nagyon-nagyon durva. Sajnos még nem vagyok olyan szinten, de hát azért próbálok fejlődni, hogy később majd még élvezhetőbb legyen. Nem csak nekem, hanem nektek is. Mert tényleg tudom, hogy ha jobban játszok, akkor egy olyan... sokkal jobban tetszik nektek is általában. Gondolom én. Logikusnak hangzik. Úgyhogy jajajá. Úgyhogy majd elpróbálunk erre, csak hát nyilvánvalóan, most hogyha belegondoltok, akkor én gyakorlatilag a játékot nem ismertem, vagy hát hallottam róla, de nem játszottam a game-mel. Majdnem 3 évvel kevesebbet játszottam, mint azok, akik tényleg az elejét óta játszanak vele, és vannak olyanok. Úgyhogy emiatt nagyon-nagyon nehéz fejlődni a játékban, és tényleg annyian vannak az emberek, akik ezzel a játékkal játszanak, hogy emiatt külön nehéz fejlődni a játék, vagy nem fejlődni a játékban, hanem eljutni egy magas szintre. Fanny, szerintem ezt már az előző streamben is megkérdeztem, amúgy hello, hogy van-e Battle Pass-em, nem? Rosszul emlékszem? Na mindegy, lényeg az, hogy ugyanaz a válasz nincs. Hamarosan lesz, mert most azért gyűlik a V-bug, de egyelőre még nincs. Szóval, jajajaj. Amelyik játék ilyen, hát úgymond felkapott és sokan játszák, abban mindig sokkal nehezebb jó eredményeket elérni. Vagy úgy értem, hogy jó eredményeket, hogy te legyél az egyik legjobb. És az átlagtól kiemelkedj, mert az nagyon nehéz. Sziasztok, Raven! Hello! És szia, Fókusz! Mi a helyzet? Hogy vagy? A Reaper, a kaszát azt nem megvettem, hanem giftelte. Azt hiszem, Milán. Jó. Nézzük meg egy ilyet. Ez így jó lesz loadoutnak. Hello János, hello. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Pörög ezerrel a fejlődés, legalábbis igyekszem.
szokásos a terv, mint gyakorlatilag minden más streamben, ami Fortnite. Amúgy, most majd a csatornán rengeteg újféle videó is lesz, mindenféle új játékból, mármint hogy úgy értve új játék, hogy ami még nem volt a csatornám. Ugyanis nagyon-nagyon terve van a Game Pass-nek a megvétele, és onnantól kezdve egy jó pár királyjátékkal tudnék játszani. Úgyhogy ja, nagyon terve vagyunk, hogy tényleg minél többféle színesebb tartalmat tudjak gyártani. Jó lesz. Ja, hogy ez így rombol mindent, az nice. Váltsunk fára és side-grade-eljünk egyet. Meg amúgy lehet, hogy ezt upgrade-olnám is. Végre lila pump. Az mondjuk durva. Lehetséges, hogy tényleg ebbe belemegyek. Legyen egy lila pumpom, egyszer élünk, srácok. A lila pumpnak be kell adnia. Hogyha a lila pump az nem adja, akkor tényleg a nagy bajok vannak. Ezt a nézőikre általában szokott lenni. Most nem vagyok benne biztos, hogy lesz, sőt valószínűleg vagyok benne, hogy nem. Maximum 1v1 szinten, de amúgy amiatt gondolom, hogy nem, mert tényleg most abba próbálok fejlődni, hogy a rendes ilyen helyzeteket gyakoroljam, hogy tényleg például a szólóban ne védsek el ilyen amatőr hibákat. Köszi szépen a feliratkozást, Lidvid, köszi. Köszi szépen a feliratkozást, szuper alma. Hát nem egy sima alma, ő itt a szuper alma, kérem szépen. Lidvid, kezdtünk, hello. Köszi szépen a szabot. Ez nagyon jó. Köszöntöm szépen. Jó lesz. Na menjünk a körbe, mert idő van. 1v1 a mai streamben pont nem lesz. Alapvetően szokott lenni, de ebben a streamben nem hiszem, hogy lesz. Azt a minden itt, te jó ég, nagy a baj. Nagy a baj, srácok. Kocsi. Ha látok egy kocsit, akkor sikítsatok, vagy valamit csináljátok a cseten. Kell kocsi. Vagy hajó, ott egy hajó, menjünk a hajóra. Nagy a baj, srácok, nagy a baj. Olyan messze van a kör. Nézői trió. Hát nézői triót azt pont nem fogok tudni nagyon csinálni. Triózni úgy szeretnék, squadozni azt lehet, viszont triózni mindenképpen úgy szeretnék, hogy egy rendes kés csapattal. Szia, Geri, 1v1 az a mai streamben nem lesz. Szokott lenni, de a mai streamben pont nem lesz. Ez se a legjobb amúgy. Kocsit kéne találni. Leszünk-e barátok? Hát, ha úgy érted, hogy IRL, mivel IRL nem találkoztunk, emiatt ez így eléggé érdekes lenne. De játékban bejelölsz, és akkor persze. Ott van még egy srác. Én arra nem megyek rá. Felélem, hagy horgászom. De hangos a játék, de jó ég, de hangos a játék. Alig bírom túl kiabálni. Gyorsan állítok rajta nektek legalább egy picit, hogy ne legyen ilyen hangos. Nagyon-nagyon hangos. És lőnek. Szóval is játszok, de senkinek nem fogom tudni megígérni, hogy ő fixeljön játszani. De jó ég egyébként, mennyien itt vagytok, csak most veszem észre. Köszi szépen. Gyorsan rá is nézek, rengeteg új nevet látok, durva. Másodpercre megállok. Köszi szépen, hogy ennyien itt vagytok, srácok. Na jó. Up. Double! Ez a dupla, ez durva volt eléggé. Jó. Na ezt most beadta, ez tetszett. Ez jó volt. Ezt most beadta, srácok. Látjátok, hogy mennyit számít, hogy az embernek lila pumpása van-e? Na gyerünk tovább. Ahogy én lennék fix csapattárs vagy arénába, nem tudom, hogy mi alapján lehet majd bekerülni. Az fogalmam sincs, hogy még milyen rendszer lesz, hogy kik lesznek azok.
semmit nem tudok, de ez még egy későbbi téma. Megpróbálok én is egy eléggé durva szintre eljutni, és alapvetően fánolok a gémekbe, viszont az arénát azt megpróbálom nagyon komolyan venni, és nem tudom tényleg, hogy közületek a 90%-otoknak, hogy ki játszik. Nyilvánvalóan ott olyanok ellen, vagy olyanokkal játszok, akik Magyarország szinten is elég jók. Meglátjuk, nem tudom. De mondom, ez még nagyon odébb van, hogyha én felfejlődtem egy szintre, akkor majd. Ez durva volt, ez jó kill volt, nem? Ez egészen jó volt. Nagyon beadta a dupláb. Vineltem-e már? Ebben a streamben még nem volt win, most arénázgatunk. Eléggé durva ez a loadout amúgy. Rengeteg matin van. A srácom úgy jól játszott, látszott rajta, hogy nem kezdő. Örülök, hogy őt meg tudtam ölni, ez most jó volt. Kis bíztatás. Segítetsz-e majd nekem arénába? Mármint, hogy hogy játszok arénába? Persze. Vagy nem tudom pontosan, mire gondolsz. De minden segítséget nagyon szívesen fogadok. Köszi szépen, se kacak. Bejelte? Oké, visszajelölök majd mindenkit. Meccs után, jó? Úgyhogy nem felejtve el, szóljatok. Előző seasonben kezdtem a játékot, egyébként nem tudom, biztos volt erre vonatkozó kérdés. Nem jó volt kijelölve, no way. Na most azt a sázat, azt megpróbálom ellőni. Ah, közel. So close. Mindjárt ásildeljünk egyet. Mi a nevem? JT Adam 24 itt, amúgy pedig nyilván Ádám. De éreztem! Láttátok a Prefire-t? Annyira éreztem, hogy ki fogja dugni a fejét. Éreztem! Éreztem! Aj, de nagyon éreztem! Már most visszaillelte magát. Ez jó volt, jó lövés volt. Na talán ez lesz az aréna meccs, amikor működni fognak a dolgok? Honnan van ennyi shieldje? Durva. Srácot örülnék, hogyha meg tudnám ölni. Jönnie kell a körbe, mondjuk én is elég messze vagyok. Oh no! Hogy lőnek mögülem. Ez így már nem buli. Kilencven? Hon? Szép, GG. 7 killje van a srácok, az szép. Ezt a replayt ezt megnézem. Hogy lőtt rá? Lehet, hogy sákvévezni kellett volna, csak kim volt a körből. Na mindjárt megnézzük, hogy ő hogy lőtt le. Szép. Gyorsan ránézek, hogy hogy fejezett be a srác. Na erre kíváncsi vagyok, mert fölöttem állt, nem? Mindjárt megnézzük. Mi a vezeték nevem? Az egyelőre nem publikus. Bár elmondhatnám, nem lenne belőle semmi, de egyelőre. Egyelőre csak Ádám. Nézzük csak meg. Hogy volt ez pontosan? Igen, ugye itt jönnek rám. Várjál, nem őt kéne néznem. Amúgy jól játszott ez a srác felettem, az biztos. Ez egyértelmű. Nem. Először is gameplayt nézzünk. És nem a sajátomat. Ha nem... Jaj, várjál, rosszat nyomok. Kamerában kéne visszaváltani. Talán ő volt az? Nem. Ki volt az? Nem tudom, ki volt az a srác, aki megölt. Én őre lennék kíváncsi. Ugye meglátjuk. Ő volt. Na nézzük. Igen, itt eléggé szépet lőtt, aztán itt kapott 90-et. Kevés élete marad. Igen. Ja, szép. Rossz helyenre tippeltem a srácot. Azt hittem, hogy máshol volt. Jó, amúgy ez a srác az elég durván játszott. Tehát, hogyha megnézitek, akkor olyan kijei voltak. Ránézek gyorsan a profiljára. Másodperc. Akkor folytatjuk tovább. Sziasztok, srácok. Egyébként, hello.
Gyorsan ránézek a profiljára. Most ez a sajátom. Ezt nem hiszem el. Nem? Miért váltasz át? Igen? Igen, ő volt az. Nézzük csak. Ezt kit szoktak érdekelni, hogy miért, azt nem tudom, de... Ne szoktak érdekelni, úgyhogy gyorsan ránézek. Azt mondja, hogy ez a srác, ez kérlek szépen... Aha, hát egy kicsit erősebb volt, mint én. Ha minden igaz... Bár elvileg kevesebb órát játszott, na ezzel miatt érzem kicsit hülyeségnek, elvileg kevesebb órát játszott, mint én, viszont háromszor annyi meccset. Hány meccset játszott? Átlagban 3 meccs, vagy 3 kill, az szép. Az szép. De amúgy ő még ölhető volt. Jó, ez rendben van. Ez rendben van. Ő az én szintem elétvő játékos. Jól játszott, GG. De hogyha neki lehetett 7 kill, akkor bármikor lehet nekem is 7 kill. GG, GG. Akkor megpróbálunk erre rámenni. Ti élet nézze meg, majd megnézem mindenkiét, vagy nem mondom, hogy megnézem mindenkiét, de lehetséges. Hát, hogyha ti éltek meg, akkor a tiéteket. Ja, egészen jól játszott. És kb. Az én szintemen van. Jó, tetszett. Most ez minek kell neked? Szeretem visszanézni, hogy milyen szitukba állok, meg szerintem ettől is fejlődök. Meg érdekel, hogy milyen szintű játékosok ellen, mert a legtöbbször sima szóló meccsbe ilyen háromszor vagy négyszer többet játszottak az emberek, akik megölnek, és ez a matchmaking rendszer miatt meg szeretem nézni, hogy akit például megölök, az milyen szinten volt, vagy ilyenek. Úgyhogy szeretem megnézni. Lesz ez squad? Ja, majd lesz squad. Eszkomat. Hát figyelj, szerintem egy fél óra múlva már talán. Nem mondom biztosra, de talán igen. Olvasd el, amit írtam. Hány órakor születtem? Nagyon jó kérdés. Nekem fogalmam sincs. Nem engem kéne erről megkérdezni, nem tudom. Órára pontosan nem tudom. Na, gyerünk! Orjunk! A srácok nagyon sok kije volt, ő fullba tryhardolt. És kb. Az én szintemen van. Hát akkor nyomjuk mi is tryhard meccset, gyerünk! Gyerünk! Csak kell egy lila pump. Mindenképpen egy lila pump, és akkor én jó vagyok. Meg vagyok, köszönöm szépen. Nézzük. Nézzük. Azt kéne amúgy begyakorolnom jól. Oh no, hogy mindenhova jönnek. Léci, volt shotid. Nincs fegyvere. Őt, jó, megölöm őt. Ennyit számít, hogyha a játék elején van shotgunod, vagy nincs shotgunod. Jó, hogy max shieldem van. Tetszik. Nagyon tetszetős. Oké. Az igen. Hát figyelj! Igyekszem fejlődni, annyi a lényeg. Jó lenne, hogyha már elérnék egy olyan szintet, hogy tényleg tudnék tryhardolni is mellette, nem kell feltétlenül győznem, de azért folyamatosan killeket kéne szerezni, és folyamatos harc. Arra amúgy jó lehet ez a szolti, nagyon.
Lehet, hogy többször kéne a szoltiba jönnöm. Vagy ha kicsikét szerencsém van, és úgy legalább nagyon rá vagyok kényszerítve, hogy begyakoroljam az ugrást. Hm. Jó. Lehet, hogy amúgy ez jó taktika lenne, hogy a szoltit azt pusoljuk ezerrel. És nem állunk meg itt pihenni, nem. 200 élet? Pumpás? Plusz még egy ARM is van? Akkor gyerünk, tryhard. Na ugor, kiaver! No way! Meg fog menekülni. Ezt nem hiszem el, hogy túlélte. Kapott még 30-at fejébe, kb. Egy élete maradhatott, gondolom. Már előtt is harcolt, hogyha nem volt shieldje. Elérte. Jó, ez az ammo, ez nagyon kellett. Meg kellett volna ölnöm ezt a srácot. Na mindegy. Kis szépség, hiba. Na. Ja, hogy ez nem olyan autó. Mm. Oké. Okay. Matinból... Ő is tájárdal. No! Világi szerencsétlenség, kérem szépen. Világi szerencsétlenség. Ezt is egész jól játszottam meg, ott egy damage-et bekaptam teljesen feleslegül, különben sima kill. De kettő szép lövésem volt, kár, hogy 100 élete volt a srácnak. Vagy mi az 200? Kicsi egyre jobban játszol, csak hétvégén nem tudok jönni. Oké, oké, Dániel, semmi probléma. Hello, Peti! Persze, csak amiatt próbálok meg tryhardolni, mert attól fejlődök. Nyilvánvalóan nem az én szinteben szokták csinálni a tryhardolást, nem is úgy értem a tryhardolást, hogy megyek előre folyamatosan és ölök mindenkit, hanem úgy értem, hogy szeretnék folyamatosan harcolni, mert ugye attól, hogy rendes meccsben harcolok, attól fejlődök legtöbbet rendes meccsbe, és attól jönnek a hibák, amiket majd kijavítok. És nem úgy értem a tryhardolást, hogy megyek és 20 kill-es győzelem akarok, arra törekszem, nyilván az lenne a legjobb, de az a célom, hogy a lehető legtöbbet harcoljak, ezáltal a lehető legtöbbet fejlődjek egyben, és igazándiból ennyi a cél. Tehát nekem nem feltétlenül a győzelem a cél, és annak nem feltétlenül érzem sok értelmét, hogy én elkempelem az egész meccset, és a végén pedig hát egy ilyen top 5-öt behozok, a végén meg lelőnek, akkor annak kb. Semmi értelme nem volt. Egy versenyen az oké, okay, de amúgy ezt nem feltétlenül szeretném bejátszani, mert gyakorlatilag attól a játékban nem leszek jobb, maximum a bujkálásban, és nekem nem az a célom, hanem az, hogy akik nézik az élő adást, vagy éppen videót, vagy bármit, azok a lehető legjobb gameplayt láthassák, és ezzel a lehető legnagyobb élményük legyen, és magamnak is ezt szeretném, és nem az, hogy végig bujkálok. Éppen ezért megyek előre, és próbálok gyakorolni. Igazából ugyanazért, amiért 1v1 ezek. Ott is nem bujkálok, hanem próbálok harcolni, és próbálok fejlődni a játékban. De egyébként teljesen megértem, amit ti írsz, mert nyilvánvalóan ez a tryhard téma, ez egy picit ilyen szempontból érdekes. Tényleg annyi a célom vele, hogy fejlődjek a lehető legtöbbet, és úgy érzem, hogy ez amúgy szépen lassan, de biztosan sikerül, úgyhogy... Úgyhogy ja. Na például attól nem hiszem, hogy sokat fogok fejlődni, hogy ezeket, hogy őket megölöm, mert... Na, mert nekik ugye nincsen fegyverük, de ettől függetlenül... Ha már itt vagyok, akkor szeretnék killt is gyűjteni. Hagyjam a srácot, hagyj menjem. Hát amúgy hagyom a srácot, hagyj menjen. Nem. Így, hogy volt fegyvere, így nem. Úgyhogy ja, ennyi a célom az egésszel. Amúgy ez így nagyon menő, hogy kapok vissza életet, ezt így szétadom. És ez annyira elfele... Még? Még, skacok.
Valami ég. Az igen. Volt egy kis robbanás. Úgyhogy ja, ez az egyetlen célom. De jó ég, milyen robbanás volt itt. És ezt ne haragudjatok, hogy ilyenkor nem tudom figyelni a csetet. Tényleg, próbálom, csak mindjárt visszaolvasom. Rengetegen írtok, nagyon adom. Csak tényleg, ilyenkor nagyon nehéz. Igen. Szembeállít... Aha. Rácsik is, hogy ránézek. Ha esetleg el tudnád küldeni, akkor azt megköszönném. Köszi szépen a tippet. Jó lenne azt a srácot megölni. Assza minden itt jól lő. De jól lő ez a srác. 21-es shotgun damage. 21-es. Mi van? Na jó srácok, a játék tényleg nem szeret ma engem. Tényleg nem szeret. No way. Úgyhogy Peti esetleg Discordon elküldhetnéd, és akkor ránéznék. Köszi. Pedig ennek is meg kellett volna lennie. Kár érte. Próbáljam meg az ugrás nélkül 90-et? Néha szoktam azt csinálni, meg amikor már, tudjátok, egy idő után már nagyon-nagyon picikét ugrik a karakter, akkor is viszonylag megy. Nem tudom, az a baj, hogy meccs helyzetben soha nem használom ezeket, pedig ezeket kéne. Nem mindegy. Arvandás. Visszafrendelsz? Persze, most visszafrendelek mindenkit. Küldtél egy linket, amiben... Oké, köszi. Na várjál, ez egy... A billentyűknek a beállítása? Meg ezek? Vagy csak az ilyen... sensitivity, vagy ezek? Nem tudom melyik. De lehetséges, hogy kipróbálom. Csak az a baj, hogyha egyszer már ehhez hozzászoktam, akkor annyira nehéz lesz váltani, srácok, hogy elképesztő. El nem tudom mondani. Hello Bence, persze be lehet, ja, hogy lehet-e jönni, majd talán a stream végén, igen. Oké. Köszi Peti. Ja, hogy a Discordom, ott is visszafrendelek majd, csak azt majd leültem. Olvasd, amit írtam. Emettél pár percet, tanulni környezetet. Oké. Tök jó, hogy ti ilyet tanultok a 14 gyümölcsöt. Nekünk most ugye biológia van, és annak is a biokémia része. Úristen, hogy én azt mennyire utálom. Szörnyű. 50-50-re rámenjek, az a baj, most nem látok itt shotit. Egy pisztoly? Nem hiszem el! Meghaltam. Sajnos nem duózok. Duózni nem szoktam. Maximum offstream. Erdélyben még sajnos nem jártam. Nagyon szerettem volna, de nem jártam még. De mindenképpen fogok. Nézzük, amit írtam. Lehetséges, Zoltán, hát majd próbálgatom azt is. A kégymi az 7-től jön, ha jól tudom. Olivier, neked minden kommented ez? Az GG. Na, írd be még kétszer, hát akkor már vicces lesz. Jaj, most el nem vagyok lemaradva.
Neked az osztályfélöket BIOS, Földrajz, az igen, az igen. A BIOS meg a Földrajz, az alapvetően szeretem, csak ezt a biokémia részt, az, az nagyon nem. A kémia nem nehéz, hetedikben, meg nyolcadik elején. Meg nem nehéz, de onnantól kezdve viszont nehéz lesz itt, de. Ja, ja, ja. Mikor tanultuk az anakondát? Hát így külön olyan lett, hogy anakonda az nem volt. Jaj, de rosszul esek, srácok. Jaj, de rossz. Jaj, de rossz. Nincs... Ó, ez kell. Pumpa, pumpa, pumpa. Jobb pumpa. Annyira gonosz vagyok. Tudom, tudom, srácok. És szerencsés is. Két ilyen free kill-lel maxra vagyok töltve. Ez amúgy fú jó az arénába. Hogyha kill-lelsz, akkor visszatöltöd az életed. Ezt én szétadom. Á, ezt ami, hello, hello. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, én nekem ez tetszik. Na, gyerünk tovább. Megöltük Alexet? Mr. Alexet? Oké. Okay. Most végre beadott egy párat. Szoltiba kell urhanom mindig, srácok, mert ettől fogok fejlődni szerintem. Elküldett, köszi, köszi. DC-n küldted, ugye? Ott a legjobb. Volt egy valami loot? Hát így jó lesz. No. Megint nem lőtt valamire a satim, de nem baj. 32? Milyen világi szerencsétlenség van velem? Ő is jól játszott nagyon. Csak túlságosan tryhardolt. Ezért túltolta a tryhardot. Jobban élvezem amúgy ezeket a szólt ismert, csak itt legalább folyamatosan fájt van. Nagyon jól meg kell tanulnom ezt a szólt, és akkor szétadom. Hidd el, egyből megszokod? Úgy legyen, bár nagyon fura billentyű kombinációt használok, úgyhogy nem vennék rá mérget, de úgy legyen. Jó, ott van még fixen egy ember. Jó, jaj, 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 menjünk. Persze, a legtöbb tantárgy az talártől függ, hogyne, hogyne. Az igen, Roland. A legtöbb az mindenképpen tanártól függ. De ez mindenre igaz. Tetszik ez a szolti, tetszik nagyon. Az fontos alapvetően. Itt tényleg az van, hogy fight van. Ha meghalok, meghalok, de legalább kezdek akkor egy új meccset. Ugyanúgy szoltival, és akkor már talán jobban megy. Jó ez a szolti. És ettől szerintem fejlődni fogok. Remélem. Ja, ja, ja. Tetszik, tetszik. Menjünk. Visszashieldeljek? Nem fogok visszashieldelni. Menjünk előre. Hú, de rossz vagyok. És egész jól adja amúgy az aim. Tetszik, tetszik. Olvasd el, amit írtam. Másodperc. Adtam ezt az arénát! A
Ha belépek a DC-re, akkor ki lehet lépni egyből? Persze. Ha csak ki akar, csak annak nem sok értelme van. Gondolom én. Vagy nem tudom, miért csinálnál olyat. Mik ezek a 120 damage-ek? Én nem tudom, nagyon adja most valahogy. Szétadom. Nem tudom, nem tudom. Egy gyors a tip. Most már ráadásul lila? Ez eddig nem is lila volt. Hosszú idő után először kifejezetten nagyon élvezem ezt az aréna szólózást. Nagyon pozitív. Most nagyon pozitív vagyok ezzel kapcsolatban. Egy-két jobb megmozdulás, srácok, és megjön a kedve az embernek mindenhez. Kész, ennyi. Ez a mai naptanulsága. Ja. Mert félsz, hogy baj lesz? Mi baj lenne? Ki Discord szerver. Nem harap. Nem tudom, de persze egyből ki lehet lépni. Visszahívjálom magam maxra, aztán lehet, hogy menni kéne Doomba. Hát ha még valamit tudunk szerezni. Most úgy sincs az a szuper képesség. Ajajaj. Svárta. Mindig nem néztem utána. Nagyon jól állunk Matival is. Ravi, csak bombázzák a kérdésekkel. Már csak valami plusz heal vagy shield kéne talán, nem tudom. Várjunk, nem lettem maxos, beveszek még egy kókuszt. Pont annyi volt itt, nem, de így nagyon jó. Azt mondja, hogy és ha téged jelölök be, akkor privát lesz és senki nem látja. Tehát ha Discordon bejelölsz, azt nem látja senki. Hogyha a szerverben lépsz, akkor azt látják, hogy benn vagy a szerverben. Hú, amúgy az is egy nagy kezdő lehetőség. Hol lenne megölni azt a srácot? Srácot, ezt meg akarom most ölni. Talán nem játszik olyan jól, megpróbálom őt megölni. Hát ha sikerül. Ha meg lekétszázol, akkor lekétszázol, akkor van ilyen. Amúgy ilyenkor simán felmehetnék a high ground-ra, nem kell egyből pusholnom. Jó, ott azért megölöm, de ezt megint nagyon rosszul játszottam meg. Szerencsém, hogy a srác nem volt annyira tapasztalt még arénába. Hagytam ott valami értékeset? Nem. Tetszik ez a tryhard, az a helyzet. Nagyon tetszik. Ezért ne olvasd a csetet ilyen helyzetbe. Honnan lőtt rám a srác? Ja, hogy onnan! Szép. Ameddig én vagyok följebb, addig enyém az előny. Nála se volt heal. No way.
Senkinél nincs heal. Bár mondjuk az a, az a kis Ness is jó. Ez eddig GG-s kacok. Micsoda kill, hát ez abszolút micsoda kill. Durva, durva. Az egészen jól megy most. Tudjátok, hogy nagyon ritkán mondok ilyet, de most egyelőre elégedett vagyok a teljesítményemmel. Srácok, egyébként nagyon sokan írtok, ne haragudjatok, hogy nem tudom most mindenkiét olvasni, csak eléggé durva fájtokban vagyok. Megpróbálom ezután a meccs után tényleg visszaolvasni, amiket írtatok, mert nagyon-nagyon érdekes kommenteket írtok, meg viszonylag hosszúakat, és érdekelnek abszolút, hogy mi a meglátásatok, meg minden, csak hát szoltiban vagyunk, és ott bizonyám ez a helyzet, hogy kemények az ellenfelek. De ez az eddigi messze megnőlik a legjobb aréna meccsem. Most végig arra adja a játék, és 7 kill. Tetszik, tetszik. Na, szóval. Halló? Ja, hogy ide nem tudok tenni semmit. Szóval, miket írtatok? Igen, az még a kill volt. Ja, Robival beszélgettetek egy jó ideig. Never give up, úgy van, Dominik. Á, Peti, a következő meccsben még fixen nem, ahhoz majd nagyon-nagyon át kell szoknom, hogyha ez egy olyan beállítás. Nem tudom, egyelőre adom az a saját beállításomat, de akkor lehetséges, hogy megpróbálkozok azzal, de az még fixen egy távoli projekt. Hogy nem tudtam ellőni a srácot? Hú, de rossz vagyok. Hú, de nagyon rosszul levek. Óha. Na jó, menjünk rá. Harcolni akarok. 7 kill, nem érdekel. Ha meghalunk, meghalunk. Nem az a lényeg, hanem az, hogy harcoljunk. Gyerünk. Fejlődni akarok. Gyerünk. Kettő játékos. Egyeket se találom el. Kifogyott! Úristen, na jó, de rossz befejezése volt, De kár ezért a meccsért. Jaj, pedig ez sima kettő kill kellett volna még lenni. Sad story. Na semmi baj. Okay. Megvan az 1000 pont, ja. Okay, a Discordot azt majd figyelem. Hát valami vagy olyan, persze. Okay. Ez tetszett, ez nagyon jó volt. Az igen, Peti. Hát nem tudom. Csak most már sokkal többen játszok nyilvánvalóan a játékkal. Ez a taktika nem tudom, hogy menne. Az, én biztos, hogy nem tudnék rácsukni. Fú, nagyon durva lehetett. F1, F2, F3, F4, te jó ég, hát ez off, az esélytelen, az teljesen esélytelen. Most nincs duo, nincsen duo streamekben, srácok, maximum off stream. Tetszik a szolti. Ja, ne legyen semmiképpen se vita. Melyik a kedvenc ételem? Hát, jó kérdés. Bemondom a brassóit, nagyon szeretem a brassóit. Talán az.
De sok ételt szeretek. A meccs végéért kár volt egy picikén, de sajnáltam. Jó lett volna megkoronázni ezt a meccset valami szép kis, nem tudom én, eredménnyel. De nagyon-nagyon elhibáztam ott a végét. Ez hogy történhetett meg? Ilyet hogy lehet elhibázni? Ilyet hogy lehet elhibázni? Rámegyek a sászra? Jó, rámegyek. Ez hogy történhetett meg ez a hiba? Te jó ég! Te jó ég! Nem baj, nem baj, nem baj. Úgy érzem, hogy egyre jobban mennek egyébként a shotgun lövésük. Ezért mondom, srácok, hogy ez a legfontosabb, hogy gyakoroljam be. Ez a legfontosabb. És teljesen más, mint 1v1-ben, hogy jól mennek a shotgun lövések, mint hogy szólóba jól menjenek. Abszolút egy más világ. Érdekes, nagyon-nagyon érdekes rendszer egyébként. Viszont most van az a hívás, hogy csak egy charge-on van. Meglátjuk. Van egy kis mini. Nem lootolták ezt a házat? Nem lootolták ezt a házat, el se hiszem. El se hiszem, lézi pumpát! Pumpa, pumpa, pumpa! Köszönöm. Most valahogy szeret a játék. Az elején nagyon, nem most igen. Persze, gyakoroljunk majd mindenképpen. Mindenképpen. Beiszom ezt a shieldet. Vagy ne igyon be? Attól függ, hogy ebből mit nyitok. Hogyha mondjuk Chuck Splash, hát ez most nem jött be, de ha azt hittem volna, akkor nem iszom be, de így beiszom. Á, nem, nem iszom. Á, beigyom ezt a shieldet. Beiszom. Nem szabad túlzásba vinni itt a... itt a shield felhalmozást. Az a biztos, hogyha a testemben van. Úgy van. Jó, aha, ott van a srác. Szávorral már kaphatott volna tőlem egy nagyobbat. De jó a pingje a srácnak, na végre! De rossz! Na végre! Azt hittem már nem bírom megölni. Pillanatra azt hittem, hogy nem bírom megölni. Eléggé csúnyán elrontottam itt a szitukat. Óha, és most meg baj van. Úgy hallom, jönnek. Állj meg itt, haver! Gyere, fájtoljunk! Van messengerem, de az privát sajnos. Megint 4 killnél járok egyébként. Szétadom ezt a helyet! Nagyon-nagyon jó, nagyon tetszik. Nagyon-nagyon tetszik. Szép, nagyon jól játszol ki, égek? A Robi, nagyon szépen köszi. Igyekszem. Most érzem a játékot, az az igazság. Tudjátok, hogy nagyon-nagyon sokszor valamikor nem, de most érzem magamban az erőt. Lehetséges zsombor, hogy még ma, bár mára már Heroékkal is mondtam nekik, hogy játszunk. Már trió témában is, úgyhogy nem fogok tudni neked pontosan megmondani, de ha ma, akkor igen. Kivel harcolt ez a srác? Attól félek, ha kivel harcolt. Thank you.
Beszállt a kocsiba! Az egyiknek nulla élete maradt, ennek is nulla élete maradt. Másikat nem tudtam megölni. Ne! Nice. De jön vissza. Ezt el kell kapni. Nincs élete annak a srácnak. Itt van benne a házba. Kár, hogy nagyon kevés a lőszerem. Itt van alattam amúgy. Te jó ég, azt hallottam, hogy itt van alattam, de azt hittem, hogy itt van bent. Na és jött még egy. De örülök, hogy jött még egy. Ez megint 7 kill. Ez megint 7 kill. Elkezdtem érezni a játékot? Lehetséges? Vagy most csak vak szerencsém van. Lehet, hogy amúgy ez csak szerencse. Mik ezek a meccsek, te jó ég? Egészen jó. Egészen jó. Szólti kell ide. Ettől fogok gyakorolni, ettől fogok megtanulni játszani. Köszi szépen, Robi. Hát jól láttam, hogy ott ment el a srác? Mindjárt meglátjuk. Igyekszem, igyekszem. Ez kell. Ez kellett volna eddig is csinálnom. Talán most arra éred be az a tudás, ami... amennyit... na jó, ő jól játszik. Nem baj. Ő nagyon jól játszik. Ő nagyon jól játszik. Uha. Na jó, hogyha őt megölöm, akkor én azt mondom, hogy készen állok a feladatra. De őt nem fogom tudni megölni. De jól játszik a srác. Azt a leborult szivar végét neki. Egyet nem hibázott el, te jó ég, de jól játszott. Na jó, az ő karakterét megnézem, hogy őnek mennyi órája van a játékban. Te jó ég, de jól csinálta. GG, GG. Rá kíváncsi vagyok, rá nagyon kíváncsi vagyok. Na nézzük, nézzük, nézzük. De ez egy újabb 7 vagy 8 kill-es meccs volt. Nice, nice. Jól van, alakulunk. Nézzük meg a replayt. Gyorsba. Persze vannak jobb meccsek, vannak rosszabb meccsek, ez most egy jobb meccs volt. De ez most már a második jobb meccs volt, úgyhogy bizakodni lehet, én azt mondom. Gyorsan ránézek. Jó volt. Igen, itt az elimek megvoltak. Aha, ott... Nem, az nem én vagyok. Ja, de ott van a srác. Aki... pedig ő. King Zeno vagy The N-E-O I-G. Nézzük. Na hagyd a srác. Ő nagyon jól játszott. Igen.
Igen, igen. Hát, 5500 kije van, 167 győzelem. Nagyon sokat játszott, nagyon-nagyon sokat játszott. Nice. Hát igen, most összedobott egy ilyen erősebb ellenféllel, ő nagyon jól játszott, szép. És csak Division 3-ban van, nagyon érdekes. Nagyon-nagyon érdekes. Szinte mindig top szitukban van. Jól van. Összecsin nem írja ki, hogy hány meccse volt? Nem. Na mindegy. Jó játékos volt, elég ennyit tudni róla. Sokkal többet játszott, mint én, de ez jó volt, Na, lívelek, indítom a következő meccset, és a közben pedig olvasgatok. Lassan tudunk arról én a triózni? Ja, lassan. Majd meglátjuk. Olvasd vissza, amit mondtam, igen, olvasom. Csak gyorsan beleugrok a következő meccsbe. Hát ennek már az utolsónak kéne lennie, nem tudom, lehetséges, hogy picit tovább maradok, majd meglátjuk, hogy hogy fog menni a játék. Messenger, igen, ez a kérdés már megvolt. Elpörgött. Légy szíves, Peti, le tudod írni még egyszer? Legenda vagy, persze. Hello Balázs József, hello. Hero, majd később megnézem a tiédet is, most még hova nézem. Nem tudom, lemaradtál a jó meccsekről, most volt 3 vagy 4 nagyon durva meccsem. Lemaradtál róluk, vagy itt voltál? Nem láttalak. Remélhetőleg ez is jó lesz. Ja, itt van, megvan Peti. Ez lesz az, csak följebb kellett tekerni. Lépcső gomb, ami... Hát lehetséges, hogy kipróbálom, csak nem tudom, már annyira megszoktam ezt a beállítást, hogy nehéz lenne, nagyon-nagyon-nagyon nehéz lenne átszokni. Meg alapvetően azt vallom, hogy ha kézre esik, akkor nem számít, hogy milyen beállítást használsz, sokkal inkább azt számít, hogy mennyit gyakorlod. Itt voltál, csak nem érted. Na, király. Most tudja, hogy egy gyengébb mesén egyébként, úgy érzem, hogy ez most egy gyengébb lesz, ezzel meglátjuk. Az igen, Pazsú, az igen. Nem probléma, hogyha nem írtak egyébként. Csak lényeg, hogy érezzétek jól magatokat. Sniperél tényleg alma jó ötlet lett volna. Ja, abszolút true. Sniper-t azt ott hagytam. Pedig még lett is volna hely. Mindegy. Megint nem ad a legtökéletesebb ez az esés. De talán a többieké se jobb az enyémnél. Hát ez most ilyen kérdőjel. Soti! Náli is volt egy soti. Éreztem. Az elsőt nem találtam, a második meg mindegy, a GG. Ezt éreztem, hogy ez egy rosszabb meccs, ezt már az elején megmondtam. Jó meccsek után mindenképpen kell egy rossz meccs. Ez az alapszabály. Elfogadom, igen, a friend requestet. Hi Tommy, mi a helyzet? Mikor lesz squad? Meglátjuk. Nem biztos, hogy lesz ebben a streamben squad. Ha lesz, akkor nem hamarosan. Botond egyelőre szóró arénázok. Lehet, hogy levezetésnek kéne menni majd sima... mi az? Vagy sima szólót, vagy squadot. Lehet. Nem tudom, hogy legyen. Meglátjuk. Azt kéne elérnem, hogy ez ne egy-egy meccsen történjen meg egy ilyen jobb szólti meccs, hanem kb. Minden meccsen ilyen legyen. Az elég jó lenne. Ja. Ezt így adnám. Az a szitu, ez így egészen tetszetős.
A lépcső editet is még bele kell jönni nagyon. Az az, ami még nagyon gyengén megy editek közül. De amúgy jó lesz ez. Ha milyen út a szoltiba megyek, jobb, mert sokkal többet tudok ölni, illetve nyilván sokkal többször is halok meg, de így gyakorlatilag 20 meccset játszok, ami alatt mondjuk 3-at játszok le normál meccsből, ami nagyon szúzás, egy picit, hogyha túlélem, de értitek. Sokkal több meccs, sokkal több harc, sokkal több gyakorlás, sokkal nagyobb fejlődés. Úgyhogy ja, szolti, szolti. Ez nem is olyan, mint egy szárk, hogy annyian vannak, hogy nincs értelme, de... Lehet aréna custom? Nem hiszem. Customet alapban még nem tudok sajnos csinálni, EA szerverei miatt. De amúgy meg olyan nincs is. Tudtam, hát miért lenne, nem hiszem. Az esélyseket még sokkal pontosabban kéne megjátszani. Úristen, mennyien jönnek. Azt a mindenit. Az ott egy AR, nekem első körben soti kell. Elviszem, nem másé legyen. Úristen, úristen. Hello, hello, hajrá, Robi. Próbáljunk ki most egy sima szólót, hogy ez mennyivel másabb, mint az aréna. A jelölés, azt elfogadta mindent, ugye? Elvileg igen. Nem? Még szuper almáit nem fogadtam el. Most már azt is elfogadtam. Ja, megyek szerintem még egy pár szólót. Maximum. Aztán utána meg lehet, hogy levezetünk squaddal. Lehet, hogy vége a streamnek, mert már 3 órája játszom. Nem tudom, mi ez kedvem. Már mondjuk streamen kívül mit tudnék csinálni? Hát tanulni kéne. De azt lehet, hogy nem most. Hát nem tudom. Lehet, hogy még egy picit maradok. Egyelőre még nem fáradtam el annyira, úgyhogy jó lehet ez. Nézzünk egy sima szólót. Sima szóló. Srácok, a caps lockot azt kapcsoljátok ki, sokkal könnyebben elolvassam. Meg nem is szabad. Az a baj, hogyha az elején kempelek, a végén harcolok, akkor lehetséges, hogy a végén nulla killel ilyen második helyre jövök be, ami gyakorlatilag annyi, mint hogyha nem is játszottam volna egy meccset se. Tehát, hogy az így annyira nem buli. Inkább harcolnék végig, és próbálnék killeket szerezni, hogy minél jobban gyakoroljam a lövést. Mert például ez miért nem volt fejes? Meg ilyen problémáim vannak. Amúgy tudjátok, hogy még mi a nagyon nagy hibám a charge-atival? Azt, hogy úgy értelmezem, mintha csak úgy lehetne lőni vele, hogy charge-olva van. Pedig nem. Hogyha ugyanúgy használnám nagyon sok esetben, mint a sima pump-ot, akkor az is jó lehetne. Mert azért annak is elég brutális a damage-e. Jó, nem egy pump szint, de eléggé brutális lehet a damage-e. Régi visszajelölsz. Az előbb nézve nem volt friend request, de mindjárt. Most sima meccsbe vagyunk, megnézzünk egy ilyet is. Ugye az előbb arénában voltunk, mennyi lesz vajon más itt? Egy ember jön, nem azért több ember jön, jó van. Szerintetek az aréna a nehezebb, vagy a szóló a nehezebb? Ez egy fontos kérdés egyébként, és még valahogy nem merült fel így annyira. Mert ilyen kis szinten... Lehetséges, hogy a szólót mondanám, de nem tudom. Magasabb szinte nyilván az aréna. De nem tudom. Aréna nehezebb. Mert ilyen kis szinten nem vagyok benne biztos. Nem tudom. Lehet, hogy igazatok van amúgy teljesen. Aréna sokkal nehezebb? Lehet. Hát később biztos, hogy az lesz, csak egyelőre még ilyen szinten. No. Hogy teheted? Hogy teheted? Várjál, itt hettem amúgy az AR-t.
Most van sniperem, ezzel is azért lehet lövöldözni. Bejelöltél? Oké, oké, majd elfogadom. Nem volt itt egy soti a házba. Nem luktolta ki, érdekes. Anélkül ment harcolni? Érdekes taktika. Jó. Kéne egy soti. Minden kívánságom így teljesüljön. Így vigyem, vagy a medkit helyére? Lehet a medkit helyére kéne. Ja, vigyük így. Jó. Ó, még egy soti, nagyon köszönöm. Így viszont, hát nem biztos, hogy ezt így kéne. Bár mondjuk hamarabb behílelek. Jó, vigyük ezt. Vigyük a jó öreg bazukát. Ameddig nem találok extra shieldet, addig a bazuka. Viszlát bazuka. Találtam extra shieldet, bár ezt még beiszom, de... Jó. Jó öreg bazukát vigyük el. Nagyon sok szituban jó, abban nincs bazuka. Ugye dupla helyet foglal, hát hogyha szimpla helyet foglalnak, akkor nem is kérdés, hogy alaphelye van. Így dupla helyen nem biztos, de lehet. Csak ugye a shield is nagyon sok esetben hasznos. Nem tudom, most már jön a tarkammal, kezd kiszáradni. Hát hogy úgy csak egyike már kiszárad a tarkam. Hát hogy távolról kéne sniperezni. Nem tudom. Nem tudom. Ja, Kristoff, giftelték. Gyakorlatilag mint minden másik skint. Na, gyere ki a házból. Gyere ki a házból. Megér ki a házból. Ha nem jössz ki, akkor majd megyek én be. Csak kijött, csak egy kicsit várni kellett rá. Most majdnem meghaltam. Hát, hogyha itt nem pumpásommal és nem fejbe találom, akkor csá. Akkor viszlát. Egy lobbyban vagyunk, hero. No way. Ugye nem terveztél Szoltiba jönni? Köszi a GG-t. Ez most megvolt, jó, mondjuk itt elég nagy szerencsém is volt, tehát itt valószínűleg meg kellett volna hallom. Az első talán elhibáztam, mert nem is emlékszem. Nagyon kiszárad mindjárt a tarkam, úgy érzem. Pedig most ittam. Hát, hogy az ivás miatt. Bármi megtörténhet. Logikusnak a legkevésbé se az, de megtörténhet. Aréna az amiatt is jó, mert sokkal több matit ad. Szarom eléggé az arénába. Csak egy kill nem van. Milyen fene? Látjátok, most is ez a sász is eléggé jól játszott. Nem tudom, hogy nehezebbe. Megyünk-e most duo-t? Duo-t semmiképpen sem. Maximum, mondom, squadot. Lehet, hogy amúgy... Tombs domain felé kéne venni az irányt, arra pont nem, hát nem tudom. Lehet, hogy kéne egy autó, aztán menni trájárdolni. Gyere, szállj le! Gyere, harcoljunk! Gyere, menjen a fight! Az igen. Nem akarnak harcolni az emberek. Hát, jövök egy V1, hát nem hiszem. Nem hiszem, hogy azzal fogok levezetni, már a mai stream végén járunk nagyon. Nem hiszem, hogy azzal vezetnék le, az inkább a melegítésnek jó. Ja. Szia, sajt, hello, hello. Múltkor mondtad, hogy legközelebb szólják. True. Te voltál az? Lehet, hogy te voltál az. Na akkor lehet, hogy majd veled megyek a végén egyet. No, egy 10 másodpercen múlt!
Hogy nem találom el? Noob, noob, peri, noob, poop. Találd már el, haver! Na végre! Na jobb, meguntam. Ideje kézbe venni az irányítást. Tryhard? Az kéne. Én meg akarom szerezni a cuccát. Menjetek már innen, ezeknek mennyi élete van? Annyira nem sok. Nem akarok ezzel a nagy robottal harcolni, csak gyorsan fel akarnám szedni a lootját. Hajtoljam be a shieldet, léci. Utána vegyek innen. Csak a shieldet hajtoljam be. Mindjárt megyek, ne lőj! Ne akard lőni! Ez baj. Srácok, rosszat sejtek. Ne lőjél! A nagynak sok, a picinek kevés. Ja, ja, ja. Azt tudom, hogy a nagynak nagyon sok, de a picinek kevés, oké. Okay. Nem már, hogy ez nem volt betöltve. És még szivat hátulra le, pici, ezt nem hiszem el. Hagyjál már békén! De idegesítő, hú, de nagyon idegesítő ez így. Ez így szörnyű! 90! Erre nem akarok élet emlékezni, jó? Menj már! Itt robbangatsz. Ah! Megőrülök! Nem! Hagyjatok élni! Hagyjatok élni! Köszi a bíztatás, srácok. Nem hagynak élni, hihetetlen! Ezek a picikék hú de nagyon zavaróak! Nem, egyet se beszek belém, de... Ah, nagyon-nagyon zavartak. Valahogy megöltem a srácot, de... Hát ez ilyen... Ez ilyen nagyon éppen hogy volt. Eldobom most már a bandage bazukát, lehet, hogy most már nem azzal fogok menni. Ó, még mindig ott van az a nagy cucc. Ali... Ó, most elkezdik... Ölik a nagy cuccot? Őt nem rövöm. Én mentettelek meg, te nagy bigyó. Nehogy most ezek után megölj. Hagyjál már! Are you kidding me? Oh, naj de jó vagy! Jaj de jó vagy! Legapámp, jaj de jó vagy! Jó van. Jó van, jó van, jó van. Jók vagyunk. Végre elkezdtem érezni a játékot, őszintén szólva. Ez jó lesz, ez a későbbi streamekben szerintem nagyon jó lesz. Persze, Fanni. Miket alapvetően nagyon nem lájkolok, de hát... Ameddig nem árt, addig mondatni nem probléma, viszont most, hogy beírod, hogy nem a real vagy, ez így viszont már nem szép. Tehát, ha már fék, akkor vállalt föl. Érted?
De rosszul lövök. Á, jó, ez a meccs, ez most már off lesz. Azt a mindenit, jó, ez a srác, ez jól játszik. Ez off. Szerintem ez off. Nagyon jól játszik a srác. Látjátok, vannak szólóban is nagyon jó játékosok. Nagyon nagy... Le akar nószkópolni? Ugye nem? Ez annyira lenéz gyenginek PLS srác. Egy jó lövés kell nekem is, de neki is. Egy jó lövésem volt, de még egy nem lesz szerintem. Na nézzük, egy jó lövés. Ő neki adja be, vagy nekem? Nekem adta be. Hát ezt a killt ezt nem érdemeltem meg, de... Ettől függetlenül egy egészen szép kis lövés volt így a végére. El akart nószkópolni a srác. Jó, hát ezt nem érdemeltem meg ezt a killt, de nem érdekel, hogy megérdemeltem, vagy nem. Megvan és kész. Nószkópolgatott. Picikét nenéző volt a srác, úgyhogy úgy kell neki. De jobb játékos volt, mint én, tehát az nem is kérdés. De nem az a lényeg, hogy jobb játékos volt, mint én, hanem az, hogy ez szerintem elnagyképüsködte. Vagy lehet, hogy valami híró volt? Nem hiszem. Na mindegy. Ja, megy a heal, megy a shield. Én csak örülök neki. De itt nem kellett volna túlélnem, de hát ez van. Na, most viszont DLO, de utána meg akarom nyerni ezt a meccset. Így viszont már meg akarom nyerni. Meg kellett volna halnom, de nem haltam meg, úgyhogy meg kéne nyerni. Éreztem, jaj, de nagyon éreztem. Mint hogyha egy hangot meghallottam volna. És valóban. Hát ez igen. Ez olyan. Pillanatra megálltam, már ott építenem kellett volna a biztonság kedvéért, de nem tettem meg. Jó öreg bokorkem, pedig OP egyébként. Nem nagyon lehet vele mit csinálni. GG, jó volt. Jó volt ez teljesen. Mármint, hogy menjek még egyet, hogy ne menjek. Nem megyek többet. Jó volt a zárásnak. Srácok, legyen egy... Ne legyen utolsó szkod. Nem tudom. Nagyon sokan itt vagytok egyébként, de nem tudom, hogy most még akarok ezt kvadozni. Lehet, hogy inkább szólót nyomnék, még nem tudom. Ha Tisztó fit lenne, akkor vele 1v1-eznék. Amiatt nem biztos, hogy akarok szkvadozni. Várjatok, elmondom, hogy miért nem akarok szkvadozni feltétlenül. Mert hamarosan érkezik majd azok, hogy következő streamben is akár már sokkal több lesz a squad is, és más játékmódokat is fogok gyakorolni. És ugye ez most fullba szóló stream lenne, lehet, hogy annak több értelme lenne, és akkor a következőkben pedig már sokkal több lesz a squad, illetve szép lassan ugye a trió. Hát nem tudom, srácok. Lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy lezárásnak megyünk egy kreatívot, a 16 főset, és akkor mindenki befér. Mit szóltok hozzá? És akkor mindenki, aki itt van a streamen, azt tud jönni.
Guten Abend, guten Abend. Valaki azt írja, hogy ez nem jó, valaki azt, hogy ok, valaki azt, hogy egy V1. Hagyd ma, veled biztos, hogy nem tudnék már egy V1-ezni, mert veled már nagyon sokat játszottam. Ja, itt van Kristóf, akkor Kristóval nyomok egy V1-et, mert neki mondtam, hogy ő a következőben jöhet egyet. A többiek azt írták, hogy ok. Jó, oké, akkor Kristóffal menjünk egy 1v1-et, egy 5 meccseset, utána pedig... utána pedig megyünk olyat. Az baj, hogy hagyd, hogy te nem nagyon kerülnél be, mert veled nagyon-nagyon-nagyon sokat játszottam már. És nem csak veled szeretnék azért, hogyha nem trióban játszunk. Úgyhogy ja. Megyek egyet Kristóffal, írj le, légy a nevedet, neked megígértem. És utána pedig megyünk még. Na hát, egy kis kreatívat. Hagyma? Miért mondtam volna neked, hogy jöjjátsz a következőkbe egy V1-et? Mindenkinek azt mondom, hogy persze lehet jönni, hogyha szerencséd van, de figyelj, veled már annyit játszottam, mint az összes nézőmmel együtt. Na jó, nem, de értitek, tehát hogy... Érted. Jöhet mindenki, csak most megvárom, mert Kristófnak tényleg beígértem, úgyhogy vele játszom, és akkor utána pedig még mindenkivel játszok. Jó, legyen Krea, ő is azt mondja, jó, legyen Krea. Akkor viszont gyertek, skacok. Hát, Voice-etet akarom hallani. Hagyma, utána úgy is játszunk, tehát úgy is szoktunk offstream is játszani. Most nem lehet mindig az. Jó. Jó. Oké, menjen egy kreat. Kinyitom srácok a szervert. Aztán annyi. Úgyhogy ja. Ja. Gyertek srácok. Gyertek. Következő streamekben több lesz. És nem ígérek meg senkinek semmit. Ezt most már mindig elmondom, de... Mert az így nem az igazi. Gyertek, srácok. Az igen, mennyi Stark szín. Ú, de jól néz ki ez a Groot skin. Nice, az de adom. Jó, hát brutálisan erősekkel fogok játszani, úgyhogy gyakorlatilag már most ásatom magamnak a sírt, de hát ez van. Csak be kell lépnetek, srácok. Napot az berakom én, a szokásos lesz. Remélem most egy picikét tovább tudok élni. Remélem mindenki befér. Szerintem mindenki be fog férni. Fixen mindenki be fog férni. Nagyon picikét még várunk. Még van három hely, srácok, gyertek nyugodtan. Ha szeretnétek. Már úgyis jól lehet, hogyha nem fullon vagyunk, de mindig rácáfoltak és mindig tele lesz a végére. Még egy emberre várunk. Szóval mindjárt indulunk. Lépjetek ki a meccsekből, srácok! Lépjetek ki a meccsekből! Jó, és akkor már csak pár embernek ki kéne lépnie. Mehet a ready. Sima kreatív. Remélem most nem lesz az a probléma, hogy még valakire várni kell. Mindenki lépjen ki a meccsből, még várok egy pár másodpercet, utána viszont ki leszek dobva. Csak beléptél, én már lép... Ja, hogy mész? Ja, jó van, hello. Hello. Ja, hogy kilépsz, csak még nem dobod ki. Jó, oké, vágom. Tehát a meccsből nem dobod ki. Sajnos már tele van az összes hely, viszont aki még nem lépett ki, az nem tudom kicsoda. Remélem, hogy másodperceken belül kilép, mert ha nem, akkor viszont kidobás lesz a sorsa. Ki van ott hátul? Azt meg tudom. Na, most már kilépett mindenki. Na, a híróra várunk még. Gyere, híró. Nem invelek be senkit se. Mindenkinek ugyanannyi esélye van per volt belépni. Kilépek egy pusztutakból? Nem fogok most beszélni. Jó, nem kikkelt el ki, híró, csak gyere. Csak gyere, légy szíves.
Meg fókusz redizzem be. Redizzetek be, srácok. Nagyon brutális lobby jött össze, hát itt semmi esélyem nem lesz. Adrián Games, Bazi, Máté, Hero, Focus, jó vég. TomTom. TomTom lehetséges, beszélni mindenképpen beszéltünk róla. Úgy nyilván valakinél már megint behagyta, hogy ne tudjunk egybe belépni. Na jó, várunk egy kicsit. Pályát majd berakom én, srácok. Egy kicsi kelevezetés. Hát az a baj, hogy ez most egy olyan lobby jött itt össze, ahol semmi esélyem nincsen. Az a baj. Tehát, hogy akiket ismerek és tudom, hogy jól játszanak, azok TomTom, Hero, Máté, Hagymával is játszottam, is nagyon jól játszik, GamesVagy, Focus, Adrián, ők, akikkel már többször is játszottam, és ők nagyon jól játszottak, de hát a többiek is. TomTom, nem gond. Dehogy is. Szóval, srácok, akik esetleg nem fértek be és a streamet nézik, itt körülbelül nulla esélyem lesz, mert brutálisan erős a csapat. Na hát ez van. Ja. Persze, majd lesz még ilyen következő streamekben is mindenképpen. Úgyhogy ja. Nem ígérem meg, hogy te neked bérelt helyed lesz valamelyik alkalommal, mert tényleg nem szeretek megígérni semmit, mert ilyenkor ebből mindig csak hülye lehet kijönni gyakorlatilag, de következőben remélhetőleg majd befejez. Tomi már nem lesz lobby csere, már így is több mint 3,5 újrája megy az adás, és így ez már az utolsó lobby, úgyhogy ja, annyi. Megpróbálok most még valami jobb eredményt elérni. Hát ez meg nyilvánvalóan nagyon nehéz lesz egy ilyen erős lobbiba. Gyakorlatilag 0% esélyem van ezt megnyerni, bármelyik meccset is, mert annyira erősek vannak itt, hogy az hihetetlen. De legalább az erősek elharcolnak, erre legalább kíváncsi leszek. Ó, azt újra kell tölteni, jaj. Ne, visszaillelte magát. Ő volt az, aki ugye nagyon nagyot kapott. Hogy él még? Teljesen felillelte magát Maxra? Nem nagyon van már Matim, az a baj. Áhá! Na, úgy nem volt rossz. Felvilágosító óra kicsit beteg? Szerintem nagyon-nagyon sok mindent nagyon rosszul magyaráznak el. Tehát, hogy... nem is értem, hogy gondolják komolyan. Na mindegy. Nem értem, hogy ez így, az így most mi, de... jó kis iskolai rendszer. Van ilyen. Megváltozott a spectating? Egy picit igen. Mármint, hogy a felirat meg ezek megváltoztak, de ugyanúgy nem lehet lépkedni, hogy kit nézzek. Ezt nem tudom, mikor hozzák be. Egy tök alap feature, és mindig nem volt képes rá. Tehát ez van. Ja. Felül kiírja. Hogy hány kéje van, meg minden. Ez eddig nem ilyen volt. A tapasztalat. Tudja, hogy kell átmenni egy ablakon. Na én ezt például sose tudtam volna. Hát én itt biztos, hogy kiütöttem volna, ő meg így átfut rajta. Nice! Ez egy jó kis trükk amúgy, ezt alkalmazni fogom. Köszi, Adrián. Ezért jobb profi meccseket nézni. Mi a nevem? Ádám. Amúgy pedig GTAdam24. Mindent megtalálsz a leírásba. Pont tegnap csináltam egy ilyen nagyon-nagyon részletes leírás mindenre, úgyhogy abban mindent megtalálsz. Zsombora trió az majd nem így fog kinézni, egyelőre még nem trió. Nem a trió megy.
Adrián csak chillel. Jaj, teszi amúgy. Vágom, vágom, hogy Fortnite-ba. Ételt a 24 egyébként ott is, ugyanúgy. Bal felső sorokban amúgy lehet pontosan. Mikor lesz a mongász? Jó kérdés. Szerintem abból főleg videó lesz most már. Na azt gondolom, hogy abból főleg videó lesz. Ha Milának healálnia kéne, áj, sem tudod behealálni. Perke volt, szép. Stream után ugyanaz, hogy nem biztos, hogy még az kéne, majd meglátjuk, meglátjuk. Ez vagy egy teljesen fix csapatokat szeretnék már, ami már... Úristen. Ah, igen, ez volt az a rész, amit utálok, hogy nem olyanokat dob, amik voltak alapból benne a játékban. Hát, hogy ez régen voltak ugye benne a játékban. És ez meg nekem nem az igazi. Tehát nekem egy ilyen drum shotgun-t ne adjon a játék, mert ez nem az, amit én akarok. Tehát ettől én nem fogok fejlődni, hogy drum shotgun-nal jövök, aztán lövöldözök. Az a helyzet. Uha, jön rám, Milám. Fókusz is megindult. Picikét para. Kombat! Az igen. Mi lenne, ha jó lenne egyet harcolni? Sorry, nem tudom miért volt el a AFK. Ott egy taktikál. No, Milán, szép. Ez jó volt, ez 3 kill. Jó, mondjuk az egyiket ezt ne számítsuk bele, de ez jó volt. Egész jól megy. Persze, Hero, hát ez ilyenkor már nagyon lesz a végén. Most már nem az van, hogy az első másodpercben meghalok. Legtöbbször az van, de most már nem csak az van. Amúgy nyilván hülyeség volt rátámadni fókuszra, mert minek a profira rátámadni? Milánnal így egyvéjegyezik el, hát olyan szempontból, hogy úgy akkor nem tudja hátba jönni. Pedig amúgy fókusz egy olyan nagyot kapott. Egész jó, egész jó. Hát Hero az nem streamside, hanem látják a nevemet, és az alapján volt, de ja. Túl erős vagy, az a helyzet. Ah, miért ezeket? Miért nem pumpásat? Egyszer adj be a pumpásat, please. Ó, Hero! Hát itt a Hero. Léci valami normálisat. Hát ez nem az. Kombatot ne hogy felved. Mennyit kapott a Hero? 10 élete maradhatott? Nincs szerencsém. De jól megy amúgy most. Kifejezetten a mai napon, az elején nagyon nem, de most már egész jól megy. Többet kéne játszanom, még többet. Szólót. 70 életed még maradt? Várjál, azt hogy csináltad? Beléd lőttem 2x70... 2x74-et kaptál csak? Lehet. Kár érte. De most jól megy. Most azt kell mondjam, hogy jól megy. Jó, nyilvánvalóan ilyen Adrián Hero Focus csoportban nehezen állom meg a helyemet. De még itt is viszonylag jól megy. Nagyon elégedett vagyok magammal a mai nappal. Meg Tom. Dugurva. Szóval Smart Gamer, mi a helyzet? Üdv itt a csatornám. Galaxy Blue, üdv neked is, szia! Nagyon-nagyon megy a Build Battle. Mr. Adrián. Na, uha. Oh no! Ezek már az utolsó meccsek, srácok, mert már lassan 4 órája megy a stream, úgyhogy már nem lesz se 1v1, se
másik lobby, különben pedig be kell jelölnötök, és akkor tudtok jönni. Úgyhogy most már ezek az utolsó meccsek, de legközelebb majd még fogjuk nyomni. Szép, szép. Köszi szépen Márka feliratkozást, köszi, köszi. Na még menjünk egy kettő meccset talán. A fókusz kettő, mint szép. Ment a szab, köszi szépen. Az AFK-t az kikikkelem, igen, igen. Csak nem tudom, hogy még most is AFK... nem kaptam Matit az elején, az igen. Jaj, de miért ezt a shotit? Ez már rég nincs benne a játékba. Nem az enyém lett a kill, ez így baj. És hát jön a lépcsőmön meg a falamon is. Na jó. Jaj, de pekhes vagyok. Kéne egy map, ami ugyanilyen, mint ez a map, csak rendes fegyverekkel, és nem ilyen drum shotgun, meg ilyenekkel. Nem tudom, ki az AFK, vagy még AFK-e. Húha, híró, egy picit bebalkiszta az első, de a második ez már jó volt, nagyon. Fókuszka, Tom-Tom ellen. Szomorú véget ért ez. De is mindig egyből meghalsz. Hát fejlődik el nagyon sokat, meg most nagyon szerencsétlenül jött ki. Ez a drámsat itt, hogy ez miért van benne? Én nem tudom. Mennyi aha, valóban, valóban. Hát akkor... akkor ja, ez true. Akkor valaki tud jönni a helyre még egy meccset. Nem többet az a helyzet. De nincs is, ja, de itt van. Jó. Mikor nem értem, hogy miért lép be, hogyha nem játszik, de mindegy. Na Tom-Tom, nézzük. Ja, de nem is AFK. Ó, srácok! Most nyert egy meccset. Na mindegy, így is bennmarad. Fake info, hihetetlen. Jó, mindegy, szerencsére bennmarad, úgyhogy nincsen belőle para. Sorry, sorry, sorry. De az egyik meccsben tényleg AFK volt. Az egyikben az volt, ja, az igaz. Jaj, ne, csak ezt ne könyörgöm. Bármit, csak kombatot, ne. Én inkább kerülök. Léci, shotit. Kérlek, játék, én ezzel nem tudok harcolni. Könyörgöm, játék. Kérlek, kérlek, volt valami más shotgunod, mondd! Oh, taktikál! Ez az. Á, és hátba is jöttek. Jó, hát ez... off. Ez teljesen off match volt. Aj, de utálom a kombatot. Szörnyű egy fegyver, szörnyű. Viszont szerintem ez a vége annak a meccsnek, úgyhogy ezt még játszatok le, srácok. Én lassan búcsúzom. Jó volt nagyon ez a stream. Főleg a szóló része, meg most már ezekben a részekben is tudok ölni. Egészen jókat tudok ölni. Úgyhogy ja, elégedett vagyok a teljesítményemmel. És a Fortnite azt meg még nyomatom ma is. Nyilván holnap is. Meg hát kb. Minden nap játszok. Általában van is belőle stream. Úgyhogy... úgyhogy ja. Nagyjából ennyi. Hero lehetség, sőt valószínűleg beszélni még mindenképpen fogunk róla. Hogy mi a szituáció. Ezt a meccset még megvárom talán ugye a legtisztességesebb. Aztán utána megyek. Adtam abszolút a gémet. Úgyhogy ja. Na ja. Adrián fókusz, az igen, szép, nagyon szép. Na ő tud lőni a kombattal, én nem tudok lőni a kombattal. Mondjuk az utolsó beadta fejre, az nagyon kellett Games Warzy ellen, de... jó volt, amúgy 5 killem lett. 5 meccsből 5 kill, az hozzám mérve nem rossz. Hozzám mérve az egyáltalán nem rossz. Adriánnek lett 6. Én elégedett vagyok magammal. Én nagyon elégedett vagyok magammal.
Ja. Nem, Olivier, nem. A stream alatt tudtunk volna játszani legtöbbet. Abszolút nem hiszem. Ja, valaki megnyerés league, az lesz. Majd ránézel 8-kor a premierre? Miféle premierre? Lobby csere már nem lesz, Dávid, ez már az utolsó meccsnek, és az utolsó lobbynak az utolsó meccse. Hagymát nagyon szépen támadja be, jaj, de szép volt, GG. Nézzük meg a végeredményt, pedig Fókusz Adrián Hagyma Menyemú. Szép munka, srácok. Holnap is találkozunk élő adásban, illetve a játékkal is játszok minél többet, és szerintem, hogyha megnézzük, hogy 4 napja tart az, hogy kb. Folyamatosan játszom, akkor én azt kell mondjam, hogy kezd végre alakulni itt a helyzet, úgyhogy, hát Hiro, meg Tom, nem közvetlenül a stream után, de hamarosan jövök, és az legegyszerűbb talán az, hogyha Discordon beszélünk, és onnantól kezdve pedig majd mindent megdumálunk, ez már off-stream téma, úgyhogy Hiro majd írjam DC-n, és én pedig majd visszaírok, amikor tudok jönni, még a mai nap folyamán. Köszi szépen, srácok, a figyelmet, jó lesz ez. Szerintem 1 hónap múlva, mert egy egészen jó szinten leszek, 1 hónap múlva én már azt mondom, hogy be fogunk kóstolgatni, nem csak a trió világába, hanem triózni nagyon sokat fogunk, és be fogunk kóstolgatni egy-egy komolyabb, vagy nem túl komoly versenyre, és megnézzük, hogy nagyon komoly ellenfelek ellen, vajon 1 hónap múlva lesz-e bármi esélyem is. Szerintem ez lesz majd a következő nagy lépés, viszont ez még azért tényleg kicsikét odébb van. Én nagyon-nagyon élveztem ezt a streamet, nagyon-nagyon élveztem a gémet, szerintem még kb. Egyetlen adást se élveztem, mármint egy egyetlen adás valamiben játszottam, a játékot nem élveztem ennyire. Úgyhogy ez a helyzet, végre érzem magamon a fejlődést, remélem tetszett nektek, srácok, találkozunk holnap is, és igen, tegnapra terveztem egy Minecraft videót, ami még nincs megvágva, viszont szerintem azt holnap feltöltöm nektek, úgyhogy még lesz olyan is. Úgyhogy ja, az már nyilvánvalóan, még a versenyekre visszakanyarodva, az már fix team, előtte nagyon-nagyon sok gyakorlás, és egy arénában egy sokkal-sokkal jobb pontszám, és egy gyakorlatilag folyamatos szóló sikerek, győzelmek például. Ez kéne a versenyre. Hát lehet, hogy keveset mondok az 1 hónappal, de én, hogyha 1 hónap alatt elérnék valami ilyesmit, akkor én azzal nagyon-nagyon elégedett lennék. Meglátjuk. És lehetséges, és Hiro, köbö, nem tudom, figyelj, ír rám, és szerintem egy óra, bemondok egy órát, de ne az ugye, hogy 1 óra múlva rám írsz, hogy jaj, csalódtam benned, hogy miért nem jössz, vagy valami ilyesmi, mert nem biztos, 1 óra, körülbelül. Srácok, találkozunk a holnapi nap folyamán, amikor szerintem egy Minecraft videó, illetve egy élőadás is lesz, délután élőadás, délelőtt pedig I guess Minecraft videó. Találkozunk tehát holnap, jók legyetek, srácok, köszi szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett, hello, sziasztok!